Úr fog jönni csak. Jó, akkor megvárunk. Úton van. Úton útjelen. Mondok mindenkit. Polgármas vagyok. Tagjaimokat és a két meghívó vendégünket. Megjegyző urat, bocsánat. Nagyon kis van kisebb. És akkor, és még mindent megjelentett. Akkor megkezdenénk az ülést azzal, ugye, hogy előttünk vannak ezek a napirendi pontok, ez a 7 pont. Mielőtt megszavaztatnám, azért hozzátenném azt, hogy én szóval azt a információt, vagy javaslatot, inkább ezt mondanám, kaptam a polgármester úrtól, hogy alapvetően ami nem mindegyik tartozik ez annyira szorosan a bizottságra. De én azt javaslom, hogy ha már így kikerült, akkor így fussuk végig rajta, és hallgatólag is emlékezzünk bele. Tehát akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy akkor ezzel a 7 napirendi ponttal, ugye, hogy kiírásra kerül, foglalkozunk-e, elfogadja ezt a bizottság törvényben. Akkor egy hangulat, ezt már szavaztuk, hogy végigfutunk minden napirendi ponton. Mindjárt itt van az első napirendi pont, a testvéri települési együttműködési megállapodás. Ukrajnai Belegrákos testvéri települése. Én úgy gondolom, hogy ez úgy évvel kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Nem különösebben nem úgy dolog. Elolvastátok az előterjesztést, van-e hozzáfűzni valótok, vagy sem? Igen? Nekem lenne a határozat tervezet első pontját kellene újra fogalmazni, és helyette egy másik pontot berakni, ami jobban illik a mai szabályozáshoz, hiszen ebben még a régi ötévé van benne, ami alapján valóban 2005-ben megkötöttük a szerződést, és minden évben az alapján módosítjuk, de talán egyértelművé válik a határozatot, ha akként szólna, hogy Magyarország helyi önkormányzataiból szóló 2011. évi 189-es törvény 42. paragrafus 6. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, 2015 évre vonatkozóan jelen határozat mellékletét képező tartalommal testvértelepülési együttműködési megállapodást köt az ukrajnai belegrákos településsel. Ez lenne az egyes pontja. A korábbi helye. Van-e valakinek ehhez hozzáfűzni valója, vagy elfogadhatják? Nem szorosan ehhez, hanem fel vannak sorolva a programok, annyi javaslatok benne, hogy a táblázat végére írjuk arra, hogy a programokat a nyíltan szólnak, hogy tárgyal, mert a közösségi ház és városi könyvtár szervezi. Tehát akkor ez kiegészítésként a szervezőtárs jogolása. Az, amit... Iskola is. Hát igen, de az egy közös. Én csak kérdezem, hát én... Közös, rendben, is megint tudom. Iskola bárt is. Bárt csinálja. Hát mivel jól működött, akkor igen. Kérdezem csak. Tehát akkor megkérdezném a bizottságot, hogy ezt a napirendi pontot, hogy ezt a jegyzőnek a kiegészítésével, illetve átfogalmazásával, illetve a pedig hozzáfűzni valójával. Én úgy gondolom, hogy ezt így együtt fel, tehát a kérdés, hogy ő nem szab. Igen? Ennyit javasolok, hogy legyen kiegészítve a gyertelek, az a gyertelek város. A szövegbe is. Igen, így van.
Rendben van, akkor tehát ezzel a pontosítással, illetve a két kiegészítéssel elfogadják után ezt az első napirányi pontot, kérem, hogy felhozom a bizottság. Igen, megállapítom, hogy egyhangúan ezt elfogadtuk. Akkor kérhetünk a következő napirányi pontra. Az előterjesztése a képviselő testület 2015 évi munkatársára. Van-e esetleg ehhez a bárkinek is kiegészíteni valóra? Ugye itt a nyári időszak fel van tüntetve, hogy nincs képviselőtestület ülés. Ez az elmúlt években mindig ilyenkor volt a ünnepélyes képviselőtestület ülés. A júliusban, nem tudom, hogy ezt nem lehetne hozzá tenni, illetve a hatodiknál az iskolai beszámoló, nem tudom, hogy már ugye az iskola az ilyen készíte beszámolót, vagy sem. Tehát... Ha kéritek, akkor készítünk el. Elég szokás volt. Két évben nem csinálok. Tehát ameddig fenntartói voltatok, addig csináltam, vagy ott az város, de két éve nem, de ha kéritek, akkor nekem én csinálok. Most nem tudom, hogy... Igen, és akkor még egy kérdés. A tizedik, ez a decemberre, ilyen lehetne esetleg a következő évi előzetes rendezvényt el betervezni, az előzetes megbeszélésre, megmutatásra. Ez a három mostatás kérdés. Köszönöm, akkor van, hogy valaki hozzáfőzni valója, vagy újabb javaslata, esetleg a Gábor által elmondottakhoz. Véleményem, hogy hozzáfőzni valója van bárkinek. Akkor senkinek nincs, akkor most akkor tekintsük át, amit Gábor javasolt, tehát az iskolai beszámoló eddig nem volt az elmúlt két évben, de lehet, amit hallották, akkor szívedében, hogy szívesen csinált. Kérdés, hogy kell-e szükség van, akkor már az elmúlt évben nem volt. Gábor, ha nézhetek el, hogy mind mellett így egyenként azért. Én az lenne javaslatom, hogy tájékoztatónak hívjuk, aki erőmmel. Ez a számoltatást tulajdonképpen sütőlemez. Igen, ez nagyon jó, akkor hát iskolai tájékoztatóra javítjuk át. Ünnepélyes testületülés júliusban, amiben szerint minden évben volt, és az elmúlt években volt. Mi a véleményetek róla? Akkor ezzel is most kiegészítettük, előzetes rendezvényel. Jó. Akkor ezekkel a módosításokkal, amivel Fintor Gábor már előadott nekünk, ezekkel a módosításokkal együtt megszavazzuk el ezt a módosítervezetet. Munkatelt az milyen csak tudom, hogy nem volt is elnézést. Van? Ez munkaterv, éves munkaterv. Igen. Benne van az 20 év. Gazdasági program. Arra gondolszom. Igen, 20. Az 5 évre szól. Igen, 15. 5 évre megszólni. 5 éves akkor egy szavazásra teszem fel a kérdést, hogy ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a bizottság a képviselőtestület
munkazárvét. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ezt is egy gondolod elfogadtuk. A harmadik napi rendi pont a nyílt elszól non-profit KFT felülő bizottsági tagjainak megválasztására íródott előterjesztés. Ezt is biztosan olvastátok. Mert így gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy a korábbiakhoz képest két fő cseréljődött ki felületülő. Ugye? A Császár Csaba és Szlovenszki László névük az új tagok, Tóth Imre korábban is tagja volt. Ez van a valakinek hozzá kívánója. Nekik lejárt a mandátumok, ugye, ha jól tudom. És ők velük beszéltetek, ugye elmondták, hogy most továbbiak már megköszönjük egy munkájukat, hogy valami, nem tudom, hogy van egy terve, nincsen kötelezettségük, csak azért mégis gondolom, hogy, ők hogy tudják ezt, nem tudom. Nem tudom, kinek a feladata most, hogy kérdezek, de... Hát, hogy eddig, akik voltak, ha most újat akarunk, és ezek újabb, ezt már csak azért nem tudom, hány éve csinálják ők ezt, és én azt gondolom, hogy nem legalább egy köszönetet mondani nekik, mert ezért szerintem egy fizet sem kaptak eddig, akkor emlékszem rá. Jelentsük ennek. Akkor ezzel a visszacsukjuk, hogy megköszönjük az előzőeknek a mandátumát, hogy a munkáját, bocsánat. Ez lehet, hogy csak külön vagy ember, nem muszáj bevennem a napirendi pontról, vagy valami csak. Csak olyan szép volna. Igen, érdem is megvallottam, amit látom. Igen, tanácsolom. Nem, hogyha akkor ilyen megy, akkor mindenkinek kérdődik, hogy ilyen. Most, aki túlreválaszol, akkor megköszönjük a munkát. Hogy így, ja? Ja, de hogyne, hogyne. Hát, hogy tovább folytatják, hogy gondolom. Igen, megköszönjük a munkát, és jó munkát kívánunk az elkövetkező időszakra. Mit gondoltam, ugye? Azok az emberek, ők, tehát ők is, akik leköszönnek, meg az újak is, azok ott lesznek a testületről, és nem vagy. Nem kell feltétlenül. De ott lehetnek mennyi más. De én nem tudom, csak meghívást kaptak el. Jaj, azt én nem tudom. Jó. De bocsánat, ha csak előre, csak gondolom valakit beszélünk velük, hogy ugye elfogadják már most. Meglepetés, hogy megszabadul, és itt azt mondja, hogy nem, francok van. Nem lesz ilyen. Nem, tehát ez hozzátartozik. Boldogok. Hát szóltak. Jó, akkor ezt a kis szösszeletet, amit Gyankor is mondott itt a legköszönőknek a felismerésére, akkor ezt megköszönjük. Tehát akkor ezt az előterjesztést így elfogadja a bizottság az képzésen. Hogy ez elemelésre mindenki jelezte, hogy igen elfogadja. A következő napirendi pont a Nyírtelek Város Nyírhasználatát szabályozó rendelet megalkotása. Ugye erről már beszélgettünk, ez ilyen nagyon jól ismert valami számára, hiszen volt
ülés, ami elég javaslatokat tudunk az állásfoglalást, hogy mi legyen benne, hogy mi, és akkor ezt így Testület döntésének megfelelően ugye az ember gondolkodott, hogy milyen módon kellene jogi útra terelni, vagy pontosabban jogi szabályozásra terelni a nyíltek névhasználatát, és utána olvastam a dolgoknak, amennyire tőlem tellett, és egy olyan, tehát vannak érdek olyan dolgok, amit a testület jó, hogyha tud, mielőtt dönt arról, hogy milyen módon szabályozza a nyíltek város névhasználatát. Az egyik önmagában az, hogy a jogi személyeknek is ugye joguk van a névhasználat jogához, ezt a polgári törvénykönyv mondja ki, és elég részletesen tanulja is, hogy milyen jogok vannak, tehát milyen jogok kapcsolódnak a személyiség jogokhoz, és mondom, az egyik személynek is van. A polgári törvénykönyv ugye kiterjed az egész ország területére. Én azt gondolom, hogy azt kellene megvizsgálni és átgondolni a bizottságnak, hogy a polgári törvénykönyv szabályozásai azok kellő biztonságot és védelmet nyújtanak-e a nyíltelek, vagy nyíltelek város, és a következő kérdés, ezt név használatához fűződő érdekeinkhez, hogyha azokat valaki csorbítja, vagy olyan módon használja, ami nem tesz jó nyíltelek város jó hírnevének. Amennyiben úgy érzi, hogy igen, akkor lehet, hogy érdemesebb a PTK szabályainál maradni. Amennyiben úgy érzi, hogy nem, ezen kell, ez még részletezni kell, akkor ugye helyi rendeletet tudunk alkotni, ilyet vagy ehhez hasonlót, mint ami a, vagy bármilyet, mint ami most a bizottság előtt van. Viszont a helyi rendelet ugye egy sajátossága van, a helyi rendelet csak a közigazgatási terület, le, és az ott lakókra terjed ki. Tehát ha valaki mondjuk Budapesten, Rakamaton vagy Nyíregyházán óhaj, nyíltelek nevet használó vállalkozás bármit csinálni, ahhoz nekünk a saját rendeletünk alapján ennek semmi közünk nem lesz, csak a PTK szabályai szerint fogunk tudni neki jelezni, hogy ezt mi nem nézzük jó szemmel, mert tehát érdekeinket sérti. Érthető, amit mondok, a másik oldal, mondjuk itt a név kapcsán felült föl nekem, hogy a nyíltelek város, mint szókapcsolat nevét kívánjuk levédeni, vagy a nyíltelek szót röviden kívánjuk levédeni, vagy levédeni, tehát védelemben részesíteni rendeletileg. Ugye ezt is el kellene dönteni. Felmerült bennem az, itt a 11-esben rögzítődött az, hogy ugye én azt gondolom, hogy egy rendelet, aznak visszamenőleges hatája nem biztos, hogy szerencsés, hogyha van, ha pedig igen adunk neki, akkor valamennyi nyíltelek nevet viselő szervezet, legyen az civil szervezet, gazdasági szervezet, egyéb valakitől meg kell vonni a névhasználatot, és kérni kell, hogy kérje tőlünk, meg most már eddig nem kérte, és majd a testület, vagy akit a rendeletben rögzítünk, mint szerv, odaadja neki a név használatát. Tehát értve ezzel alatt mondjuk civil szervezeteinket, civil szervezeteket, gazdasági szervezeteket, bármit. Ez is egy elődendő kérdés. És van még valami, ugye a új SMS-ünk szerint, ugye hatástanulmány nélkül rendet tartotni, nem lehet. A hatástanulmánynak az lenne a lényeg, hogy vizsgálni kell a rendeletnek mind a társadalmi, mind a jogi hatását, az elérnékben kívánott célok megvalósulását, hogy azok mennyiben fognak megvalósulni. Magyarul érdemes rendeletet alkotni egy témakörben, mert annak lesz foganatja,
lehet lesz használni, lesz, aki okán kell lesz használni, vagy hozunk a rendeletet a jognak, és nem fog tudni érvényesülni, mert nem lesz, aki szemben alkalmazott, nem lesz, aki kérje. Tehát ezek mind olyan felvetődő kérdések, amin érdemes szerintem a bizottságnak elgondolkodni, amikor ténylegesen elkezd majd a szabályozás mentén. Mondjuk az nagy agyalni, hogy ez milyen irányba menjen el. Ezzel szerettem volna csak kiegészíteni ezt a idézőben rendelt tervezetet, hogy ezt leraktam az asztalra, de én azt gondolom, hogy ezen van még mit gondolkodni, ezen két csapás mentén, mint amit mondtam. Csak most példaként mondom el, hogyha ezt a rendeletet kihirdetjük, ugye a kihirdetés az kifüggesztéssel történik, illetve közé tesszük a honlapon. Tehát onnan szerez tudomást róla bárki, aki nyírt el ki. Ha nem ad be egyetlen egy ember kérelmet, hogy én szeretnék egy céget, egy szervezetet, amelyben kívánom használni nyírtelek, a nyírtelek város nevét, akkor a rendeletünk van, csak nem él. Ha tudomásra jutunkra jut az, hogy bizony ő ilyen néven futtatja a szervezetét, és egyébként az is tudomásunkra jut, hogy az a tevékenység, amit végez, nyírtelek jó hírnevére, becsülete nézve zavaró, akkor a rendeletünk alapján felléphetünk és eltiltjuk tőle. De ugyanezt a PTK alapján is megtehetjük, sőt ott még, de ezt majd Gyuri mondja, hogy jól gondolom meg, ott még ugye nem vagyunk átértésként, nem csak a kárunkat kellene meg kell megtérítenie, hanem a jó hírnév sérelmére is van egyfajta, meg nem mondom milyen szabályozó, ami alapján szankcionálhatjuk, nem csak szóban, mint az eltiltás, hanem fizikálisan, akár anyagilag is az ő tevékenységét. Csak ennyit szerettem volna egy kiegészítésképpen hozzáfűzni. Bocsánat. Köszönöm szépen. Akkor még van valakinek hozzá. Akkor Szükséges. Egyetértek a jegyzőre a tekintetben, hogy mi rendeletet a jogalkotásról szóló jogszabály szerint ugye úgy alkothatunk meg, hogy személyi határ és területi határ, területi hatája a jogszabály szerint helyi önkormányzat közigazgatási területével egyezik meg, tehát erre terjed ki. Most én átnéztem ezt az anyagot, egy területünk, és előtt meg egyeztetünk egy dologra is. Isten igazából ebben a formában én agályosnak tartom. A kérdés az, hogy hova akarunk el. Rendelettel alapvetően a névhasználathoz való jogsérelme a régi PTK alapján is, mert az új PTK alapján is személyhez fésző, személyhez fűződő jogként volt szeretve, illetve személyiségi jogok címszó alatt, ami ugye tudjuk, gyakorlatilag például a szófelsapkásolás. Tehát lehet kitalálni mindenféle természetesen dolgokat, hogy eseteket, hogy milyen esetben sérti a személyhez való jogot, mondjuk valamilyen cselekmény. Nevesítve van egyébként, az új PTK-ban, a régiben is nevesítve volt, a nevesített személyiségi jog, a népviseléshez való jog megsértése. Na most annyiban az én kollégánám, tehát én nem igen fogjuk tudni átírtani a népviseléstől, hiszen ide vonatkozó jogszabály szerint ilyen személyiségi jog megsértését ugye a bíróság állapíthat meg, és azt írhat el ilyen tevékenységtől, hiszen a saját döntésünket nem nagyon tudjuk végrehajtani. Tehát ehhez képest eddig is meg volt ez a szabályozás, meg az UPTK itt is, meg a terjékvégén, a 59.4-es volt a régi PTK. Tehát a személyiségi jog az egy ilyen olyan formában, de szerepel benne, és a szankciói szerepel benne, az megsérti. Én rendeletet arra tudnék elképzelni, ha van ilyen igény, mivel a területi hatály egyetlenek, amit egyszerűen mondott, ugye miatt ez kifelé, de nem olyan, mint egy kormányrendelet, vagy jogszabály az országegész területére. Akarok, vagy akarunk teljesen mindegy szabályozni ezzel kapcsolatban, akkor azt én azt gondolom, le lehet szabályozni, ha akarjuk, hogy mi legyen az eljárás. Ha valaki észleli, hogy itt az önkormányzatnak, mint jogi személynek a névhasználathoz való személyi joga sérül,
ugye a BTK rendszere az olyan, hogy természet a személyre szólnak a szabályok, de van itt a harmadik könyv üzletkezés három, a harmadik könyv ötletokos három vezetésében egy olyan, nem bocsánat, felolvasom, és a tudom ezt kívül, a jogi személy, személyhez fűződő jogainak a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve a védelem jelenlegénél fogva csupán az emberi becsetének. Tehát ilyen formában, ahogy ez itt szerepel, én azt gondolom, hogy kellő óvatosságra azt tudom mondani, hogy aggályosnak tűnik, hiszen mi nem tiltatunk el, és a hatály irekötődik kénytelekhez. És egyetetek az, amit értünk, hogy mit kezdünk azzal, aki nem tart, akire a területi hatály nem tart, nem terjed ki, bár ugye példáulzó elnevezéssel én azt nagy-nagy vadalságnak tartanám, hogyha valaki Nyíregyházán, mondjuk nyíregyházi székhelyen létre akar hozni egy olyan céget, ami úgy kezdődik, hogy írtál ki kereskedelmi és szolgáltató társaság, hiszen látod neki magát, de ugye ez arra utal, hogy a település, vagy a település, ahol van ez a cég, az nyírta neki, hát gondolom, hogy nyírteken keresnék, és közben meg egészen máshol, tehát ez teljesen... Bocs, én értel tudok képzelni. Logikátlan, nem tudom. Tehát én is el tudok képzelni, sok minden meg van az ellenkezőjét is. Nem, hogy ez milyen, hogy működne? Na most egyébként azzal, hogy azt mondjuk, hogy rendeletben mint a régió, hogy ennek a hatája majd arra terjed, hogy 2015. február előtt használta, arra nem vonatkozik, én nem tennék rá ilyet, hiszen akkor szentesítek egy esetlegesen jogellenes magatartást. Ja? A PTK szerint elég mélyes időn belül kérhetem a személyiségi jogvédelmet. Lehet, hogy úgy a példát mondtam, egyébként ezzel a KFT ügyel, de egyébként az eltiltás, tehát a PTK-ra alakul a személyiségi jogvédelmet. Ebben le lehet szabályozni, ebben egy rendeletben le lehet szabályozni, hogyha az önkormányzat részére olyan információ kerül eljuttatásra, amiből esetleg arra lehet következtetni, hogy a önkormányzat mint jogi személy, személyhez való joga sérül, akkor mi az eljárás? Kötelezően meg kell a jegyző, ezt meg azt tegye. Fogámvettel ezt meg azt tegye. Egy ilyen rendeletet el tudok képzelni, de nem ez lesz az anyagi jogszabály ebben az ügyben, legfeljebb ez egy eljárási szabály lehet, amit mi saját hatáskörben, saját magunkra, vagy saját intézményrendszerünkre megállapítunk. De én megkockáztatom, hogy ilyen anyagi jogi jogforrást rendelet szintjén az önkormányzat ugye részéről megalkotni nem biztos, hogy sikeres, és nem biztos, hogy van értelme. És én egyetértek azzal, hogy meg kéne határozni a célt, milyen célt akarunk elérni, nem mindegy, hogy Nyíregyháza város névvel, vagy a Nyíregyháza település névvel kapcsolatban van-e problémánk, és nem csak az SMS, nem csak az SMS-ünk, hanem a jogalkotásról szóló törvény is tartalmazza az előzetes hatásvizsgálat elkészítésének kötelezettségét. Tehát ezt átlépni nem lehet, és nyilván akkor van az ember döntési helyzetben, ha megfelelően körben megy állva ez a probléma. Lehet, hogy előbb kellett volna kérdni, egy szét elmondtak. Én vagyok valami teljes tévedésben, mert amit itt illetve elmondott, hogy ebben nem szavaztunk. Csak bizottságülésen, vagy testületen. Én úgy emlékszem, hogy a testület arról döntött, amit itt megint kérdésként van feltelve, hogy akarunk-e rendeletet csinálni, vagy nem. Én úgy emlékszem, hogy ebbe született, és utasítottuk a jegyzőt, hogy készítsen egy anyagot. Tehát, hogy most megint... Nem, a bizottságülésen lett oda fényre. Nem, a testületülésen. Nem értem, hogy miről beszélünk. Nincsen azzal semmi gond. Semmi gond. Nincsen, csak lehet. Itt tovább is azt mondom, hogy eljárási jogi rendeletet lehet csinálni, annak van értelme.
Jó, én most nem konkrétan nem állva. Konkrétan nem volt szó, hogy miről szóljon. Nem volt szó. Hát, hogy készüljön egy anyag, tehát itt most lehet azt mondjuk, hogy akkor ez nem egy jó anyag. Tehát a... Vagy lehet azt mondani, hogy nincs hatástanulmány. Én most itt ilyen vendégfellépő vagyok, elnézést, de jogászként elsőkezesen, hogy lehet azt mondani, hogy felülvizsgálja az önkormányzat képviselő testülete az ekkor és ekkor meghozott ilyen tartalmú döntéseket. Most így Isten bizony nem kártalan a fejem, mert nekem van egy olyan emlékem is, hogy a bizottság fog egy ilyet készíteni, rosszul emlékszem. Igen. És én még mondtam Anikónak, hogy én nagyon szívesen közleműködök jogászként, mert mit tudom már mondtam. Nem álmodtad. Még mondtad is, hogy köszönöd a... Igen, mondtam is, mert kiegészítetted a kerülőről az is, hogy elszegedett, de abban nem érkeztem, hogy szóval abban az volt a legső dolog, hogy a testület megszavazta azt, hogy a jegyzőbíróval dolgozzuk ki ezt a következő ülésre. Hát ez volt a végső, hogy igen, és dolgozzuk ki. Mondhatok valamit? Igen. Mit lehet tenni? Nem, de én biztos, hogyha valami szabályt akarnék előkészíteni, meghatároznék sarokpontokat, hogy milyen célt akarok elérni, és ehhez képest ugye mit akarok megalkotni. Erre mondtam itt, hogy anyagi vagy eljárásügyi szabályt akarunk csinálni. Gondolkoztam ezen a dolgon egyébként, amíg egy ilyen rendeletet alkotunk, és mondjuk megtagadjuk a néphasználathoz való hozzájárulást. És akkor mi lesz? Mi lesz azzal, akinek sem kéri? Csak van erről. Mi lesz, aki nem kéri? Mit, akinek kéri, mert azt nem lehet, mikor kiderül, hogy van egy ilyen, mert felszólítani. Nem azt mondom, hogy egy rendőrséget állítsunk rá, vagy egy ilyen nyomozó csoportot. Valgár, hogy felszólítod, kikacag. De ha van a városnak egy rendelete, akkor nem az, nem ilyen kacagás. De amikor a területi hatály a városközigazgatási területre. Igen, Budapesten nem mondhatod meg, hogy Budapesten ezt használjon, azt használjon. Ilyen rendület, vagy ilyen rendelet alapján, érted? A PTK alapján lehet mondani, hogy megsértetted a névhasználathoz kötődő személyiségi jogomat. Megsértetted, de akkor a hivatkozási alap nem az önkormányzati rendelet lesz, hanem a PTK. Hiszen az önkormányzati rendelet, ez csak a településre terjed ki hatálya. Lehet csinálni ilyet, lehet csinálni. Ilyen rendeletet, de mondom még egyszer, szerintem nem ez lesz az anyagi jogi jogforrás, hanem a PTK. Itt legfeljebb annak végrehajtási szintű rendeleteként, tovább is azt mondom, meghatározhatod saját magadnak, mint önkormányzat, mint jogi személy, hogy esetlegesen ilyen ügyben hogyan kell eljárnod. Arra lehet csinálni, minden tovább. De az nyilván nem fogja kötelezni, ha erről szól eljárás jogi rendeletként, csak az önkormányzatot, vagy polgármesteri hivatal, vagy teljesen mindegy, hogy hova azt a ráadásul. Vagy nem mindegy, attól függ, hogy hova azt a ráadásul. Nekem ez a problémám ezzel. Tehát jogforrás most is van. Eddig is volt. Emlékszel, még kaptam is valamit, hogy ilyen feladatot, hogy még az elmúlt ciklusban, hogy milyen alapján lehet eljárni, vagy hogy fogunk ehhez hozzá, hogyha valaki olyan magatartást tanúsít, hogy sérti a nyíltelek szerintem valami internetes Facebook oldal vagy valami. És akkor én mondtam neked, hogy én azt tudom elképzelni PTK népviselését. Emlékszel? Hogy nem. De hogy ugyanott tartom még szerintem. De hát akkor nem volt ahhoz. Akkor sem volt rendelet, meg még mondjuk most sincsen. Annak alapján is a jogforrás a PTK-ban, van a mindig jogforrás. Kérdezhetnék én is valamit? Én nekem ez a véleményem, de nem lehetne. Vagyok én igen hirdető. Igen. Nekem lenne egy kérdésem ügyvéd úrhoz. Igen? Hogyha alkotunk egy rendeletet, ami Nyírfelekváros területére terjed ki, megállapítjuk, hogy valaki jogsértő módon Nyírfelekváros nevét használja rossz szindulatúan. Kiküldünk neki egy levelet. A rendeletünk alapján ezzel hagyjon föl. Ő meg mondjuk, ahogy mit tudom mondani, tikisztin nekünk. Mi mit tudunk tenni azután, hogy érvényesítsük azt, hogy bizonyosan ne használja a nevünket? Én biztos, hogy nem azt mondanám, hogy nem olyan levelet írjuk neki, hogy rendeletünk alapján hagyjuk fel, hanem azt mondanám, hogy a PTK ilyen alapján
jogforrás, anyagi jogforrás. De ha meleírjuk a levelet és nem reagál rá, akkor egyetlen egy forrásunk van a PTK alapján polgárvilág menni és kérni a... Nem tudsz más csinálni, hiszen bíróságot tudod előterjeszteni kereseket. Mert egyébként több ilyenból óvaj, most hozunk egy olyan testületi döntést, hogy eltiltjuk a használattól. Nem használható. És hogy fogod végrehajtani? Sehogy. Elküldjük a végrehajtónak? Tényleg. Örömteli dolog lenne. De én szerintem azt végrehajtani nem lehet, tehát bírósági hatáskör. A személyiségi jog megsértése a bírósági hatáskör. Sőt, azt hiszem, hogy az még nem is járási, hanem törvényszék első pont. Személyiségi jog. Ennyi. Ha most mondjátok, akkor ez úgymond egy Van ehhez valakinek valami hozzáfűzni valója?
Nekem lenne hozzá tűnikvaló. Még 2014. december 4-én kötöttünk egy feladatbeletási szerződést a Nádardini Dr. Békési Diana fogorvosasszonnyal. Fogorvosasszony küldött nekünk egy levelet, amelyben kérő, hogy ezt a feladatbeletási szerződést közös megegyezéssel szüntessük meg, vagy szüntessük meg, vagy bocsuk föl. Arra való tekintettel, hogy ő közben egy Nádi Dentál néven egy KFT-t alapított, amelyben ő ügyvezető és munkavégzéssel látja a feladatát, és azt kéri másodjelenében, hogy ezt a feladatellátási szerződést, amely fogorvosi tevékenységre szól, a Nádi Dentál KFT-vel kösse meg a képviselőtestület. És én azt gondolom, hogy azzal egészteném ki, hogy egy plusz határozat tervezet kellene, amelyben azt mondja ki a testület, hogy a Nádasdényi doktor Békési Diánával kötött szerződést, feladatellátási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, vagy felbontja. Ez egy határozat tervezet lenne, és ezt követően pedig dönthet a testület arról, hogy köte szerződést a KFT-vel. Jó, köszönöm szépen. Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Igen, hogy nem. Hazai hivatal abból kell kiindulni, van egy megkötött szerződésük, és nyilván nem arra jövendő azt irányít a szándékunk, hogy két feladatállátási szerződésük legyen, tehát hogy az egyetetet egyetlenül van, hogy a másikat meg kéne szüntetni. Ugye az nem megkötött. A másik szerződésnél, ahol egyéni vállalkozók is tudtam, hogy a doktoron nő, a tevékenységet ugye nyilván fel sem, már elvileg felvetődhetett volna, de a főszabályként ő végzi a tevékenységet, nem igazán résztvevők meg a részletszabályokat, de szerintem ti ezt tudják, hogy biztos, meg Attila is, hogy, hogy kiköthetjük-e, hogy ezt kérdésként tűnik fel, hogy ő teljesítsen gyakorlatilag személyes közleműködéssel. Ragaszkodjunk-e ehhez? Jó tudom, a tiszteletődésetekben benne van, ugye? Hogy ti személyesen közleműködtek ebben a tevékenységben. Miért mondok ilyeneket? Ugye, most adunk ennek a KFT-nek egy ilyen jogosultságot, mint polgármester úrnak az előterhetés a felelőtlenül, van tételkikötés, közleműködésnek a hölgynek, stb. Stb. De hát egy ilyen KFT-sebben szabad el lehet adni. Ugye? És akkor úgymond üzlettészt átmázzák, és ez a szerződésnek, ennek a szerződésnek ezt a határát nem fogja érinteni önállt a végnek a tovább. Ezt javaslom megfontolásnál már menni. Illetve ez a feladat ellátási szerződés tartalmaz használati jogosultságot is erre a rendelőre. Most, amikor én olvasgattam ezt a szerződést, hogy a felhetőzőt nem, a 9. pontnak a értelmezése, ez szerint 6 hónapi felmondás idővel mondhatjuk fel, ha az egészségügyi szolgálkozó látható önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságot bármelyikkor elveszti. Tessék mondani, ha elveszti ezt a jogosultságot, és csak 6 hónap után mondhatjuk, 6 hónapos felmondás idővel mondhatjuk fel, ezzel alatt a 6 hónapos felmondás idő alatt miért használja ő a mi irodánk, ami rendelőnket, illetve mire fogja használni a mi rendelőnket, mert csak erre a célra, Attila. Itt az van benne ebben a szerződésben, hogy határozatos felmondás. Ez az, amit az orvosi kamara írt, ami azt hiszem, a mi szerződésünkben is ugyanúgy van, nem? Ez, ami nyáron kialakult, ez a szöveg. Igen, nem értettem, nem értem a végére. Tehát semmi gond nincsen. Ez az a szöveg. Én azt javasolnám, fontoljuk meg, hogy mi van akkor, hogyha azt tesszük bele, hogy felmondási idő, A pont, szerint felmondás, és a B pont szerint pedig nem felmondás kötünk ki, hanem azt mondjuk, hogy megszűnik ez a szerződés automatikusan, hogyha az egészségügyi szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére a jogosultságát bármely okból elveszti. Megszűnik a szerződés, megszűnik az ő ellátási joga és kötelezettsége, és megszűnik a rendelő használati joga. Mert egyébként, ha 6 hónapra tudom felmondani,
csak mondom végig. Akkor 6 hónapig nem lesz fogorvosunk, mert ő nem fog tudni bemenni az új fogorvosa rendelőbe, mert a rendelőnek a használati joga meg fogja illetni ezt a KFT-t. Igen. Mondhatom, hogy szerintem mi akkor ez a 6 hónapban, már elnézést, hogy bezuhantam itt nem is, hanem szerintem ez a praxis jogra utal. Tehát ez arra utal, hogy a fogorvosnak, háziorvosnak is van praxis joga, ugye ezt megkaptuk még a korábbi Orbán kormány idején, és 10-valahány éve, és 6 hónap áll rendelkezésére az orvosnak, hogy értékesítse ezt a jogát. Meg is halhat, és elveszti a személyes közelműködését, és a feleség, és a örökös az, aki jogosult eladni ezt a praxist. Amennyiben 6 hónapig a kutya fel nem veszi a telefont, hogy érdeklődik a praxis után, akkor az önkormányzatra száll automatikusan a praxis. Szerintem ezért van ez a 6 hónap benne. Én nem akarok elvitatkozni, én nem ismerem az ide vonatkozó kikamarátok állásfoglalását, csak kérdezem, hogy miért használja ő, ugye mert a praxis joggal nem jár szerintem feltétlenül együtt az orvosi rendelő, úgymond bérleti idény nélkül ingyenes használati joga. Az nincs benne a praxis joga szerintem. De tudok olyan esetet, ahol bérlik az önkormányzattól az orvosi rendelő. Ugye? Most akkor ehhez képest, miért használja ő még egy fél évig? Ha meghal, akkor meg nem tudom, hogy ki használja egy fél évig. Vonatkozik ilyenben a helyettesítés szabálya? Igen. Igen? Vonatkozik ilyenkor? Persze. Vonatkozik, igen. Igen, akkor ha meghal, igen, vagy olyan betegség, hogy nem tud dolgozni, akkor itt van megjelezve a fölötte lévő 6-os vagy 7-es korban a helyettesek, és ők helyettesítenek. Nem, hogy ők kötelezők helyettesíteni, mert azonnal helyébe kell lépni annak az orvosnak, aki nem tud dolgozni, mert nem ez a tagjázsátok, amire van is sem. És akkor 6 hónapig helyettesítés van. Ezek helyettesítik, akik ide felvannak sorolva. De az ő helyükről vagy hogy? Az attól függ, hogy nem kötelező is a... Attól függ, hogy nyilván ezek mi egyháziak. Nem kötelező itt helyettesíthetnek az ő helyükön. Sőt, ez a gyakorlat fogok. Az orvos rendőrben ott lesz kulcs az állat. Semmi logikát nem látok benne egyébként. De helyettesíthetnek ott az orvosi rendelőben is. Ki van kötve a szerződés, vagy helyettesítés, így történik. Akkor azt mondom, hogy meggyőztél. Egyszerűen? Akkor azt mondom, hogy meggyőztél, ha benne van, hogy itt történik a helyettesítés. Itt, nem máshol, ott, ahol. Jó, akkor köszönöm szépen, akkor van egy valakinek hozzáfűző valója. Nincsen. Akkor felmerült ugye a Vastó képviselő úr által a személyes közreműködés tényének a rögzítése, ugye? Ez volt az első, amit ilyen javaslat volt, illetve akkor a 9-es pont, amiben ő azt javasolta, hogy a felmondási idő, a 6 hónapos felmondási idő a B pont esetében alkalmazott a szerződésbe. Én ezt úgy gondolom, hogy ezt a bizottság nem véleményezheti, mert ez akkor meg kell nézni az ide vonatkozó egészségügyi szabályokat, vagy törvényeket, ahogy mondtad, Laci, hogy nem ismered ezeket, akkor meg kell nézni, mert így ebben most a bizottság sem szavazhat, hogy nem. Úgy látok értelmi tanító ennek a használatnak, például már csak a kiállítólatban fogva helyettesítése megoldja, itt helyettesít, itt. Nem, hanem itt vagy, nem ott, ahol itt van a szolgáltatás nyújtásának a helye. Nem, az sincs, hogy itt nem lehet tesszük. De akkor meg lehet tesszük. Egyébként tényleg nem látok, hogy itt is 6 hónapig legyen behajtva az árba az orvosi rendelkezésre. Mert ez nincs a számára, én is helyettesíthetek úgy az Arany János úti rendelőhöz tartozó embereket, hogy a saját rendelőmben látom el, és oda jönnek az emberek. És lehet ilyet.
de úgy is helyettesítenek, hogy átjárhatók oda. És egyébként általában ez a gyakorlat, hogy az orvosok a saját rendelőre látják el a helyettesítendő területet is. Ez egyedül mit csináljuk másként? De hogyha ez bérlet lenne, ez bérlet lenne, és valaki fizetné a bérletet, ezért csak azt mondom, vagy fizessen meg, és megoldják mások. De hát itt azért nem fizet érte használatlan értéket, csak azokat a tevékenységeket, ami benne van, azt elállítja. Itt az épülettel kapcsolatban. Értem. Én ezt világosan, hogy értem, amit akarsz, de... Én az önkormányzat érdekét szeretném. Igen, ezt én tudom, azt mindig mondod, és ez igaz is, hogy végül is így van. Nyilván, amit én mondok, ha most itt lenne, akkor a... Cég képviselő azt mondaná, hogy gonosz ember, nem vagyok gonosz ember, csak az önkormányzat Nem gondolom azt, hogy ez gonoszság. Ez kétségtelen, hogy nyílt telep lakosainak sokkal jobb ide járni fogorvoshoz, mint bemenni gyerekházára a helyettesítés esetén. Ez nem tényleg fogadom. És ugye az, hogy azt hogy itt javaslok, hogy legyen megszüntetve, de egyszerre kettő ne legyen. Igen. Olyan konstrukciót csinálni, hogyha vagy kiegészítjük, hogy akkor lép hatályba ez a szerződés, ha a másik megszűnik, mondjuk, és akkor ezt meg kell tudjuk fogadni a tartalmát. Nyilván körbeírva, hogy az akárki által, meg akárki által a kötött szerződés megszűnésével egy ideig lép hatályba. A technika az elég úgy tudni. Azt ki lehet kötni, hogy a helyettesítés ott tök kényen, tehát erre van lehetőségünk. Mert akkor a lakosság érdekeit szolgálja, biztos akkor az, Az előző fogorvosnál is volt olyan, hogy ki volt írva, hogy egészségesíti helyettesíti egy helyettesíti, meg volt a kocsiai. Az eszközök is között. Nem állt mellett, hogy megoldás. Azok az eszközök, amivel a fogorvos dolgozik, az a fogorvos saját tulajdona. Hogy ki milyen, na most az ára ezeknek az eszközöknek tudjuk nagyon magas, de a határa csillagos ég, van, aki papados módszerrel dolgozik, van, aki meg már szuper nyugati technológiával, ez ugye igény szintől és pénztárcától függ. És a fogorvosi rendelés esetében nem szokott az lenni, hogy átjárnak egymás rendelőjébe. Egyébként házi orvosoknál sem, mert házi orvosoknál is úgy van, hogy minden az életben, a minden eszköz. És már ha egymást váltják rendelőkbe, akkor is minden csuknak, pakolnak, mindenki a sajátját veszi elő. Na most ez a fogorvos esetében nem, de ilyet nem lehet csinálni. És ezért van ez, hogy helyettesítés esetén sosem jár ki a helyettes orvos, az itteni lakosok bejárnak Nyíregyházára, a kijelölt fogorvosi rendelőkbe, ahol természetesen ellátják, ugyanúgy, mintha a saját betegei lennének. Itt egyébként, hogy mi egymást úgy helyettesítjük, hogy vándorlunk a rendelőbe, ez teljesen egyéni, ezt nem csinálják máshol. Tehát részben a közöttünk kialakult kapcsolat, a bizalom, nem fogom elvinni a másik kisalóját, meg ha összetöröm, pótolom, hát ezek ilyen emberi dolgok, meg kollegiális dolgok, ami közöttünk működik. De hogy ez úgy van pontosan, én úgy tudom, hogy ezt nem szabályozza, illetve nem tiltja az ide vonatkozó egészségügyi rendeletek vagy törvények, hogy kötelező átmenni és ott rendelni. Nincsen erre vonatkozó kötelezettség. Jó, tehát akkor valamelyik a bizottság vagy a kibővített bizottság tagjai részéről. Tehát akkor bontsuk ketté, hogy megszünteti, ugye Laci, hogy most segíts már ebbe légy. Tehát meg kell, hogy szünt, ugye mennyiben ott volt a számítunk, hogy kettőnek nem tudjuk. Igen. Ugye és az hiába van közös pont, az kettő, mint egy magánszemély, meg egy... Igen, ez egy másik, igen, ez világos. Tehát meg kell szüntetni a másikat, ahhoz, hogy ez hatályba legyen. Jó.
Akkor most az a kérdésem, hogy akkor bontsuk ezt ketté, hogy szavazunk-e arról, hogy megszünteti, és akkor újra szavazunk, hogy lépjen a hatályba a másik. Nem tudsz szüntetni, nem tudsz. Ez úgy jött ki a relem? Persze, persze. Akkor járuljunk hozzá, hogy megszűnjön, azt javaslom. Ha volt egy ilyen ajánlat, akkor elfogadjuk ezt az ajánlatot, akkor hirdetkozunk. Akkor az ajánlatot elfogadjuk, és akkor bátran tárgyalhatunk el a másikot. Jogos. Na tehát akkor a szavazással teszem fel a kérdést. Tárgyalhatni kell akkor az ajánlat területének. Hogy az első szerződést szavazunk meg, hogy megszünteti. Javasoljuk, hogy első szüntessen meg a bizottságot. Fogadja el a bizottságot. Igen, és fogadja el a... Tehát ezt a testületnek ezt javasolja a bizottság. Ebben akkor kérem az egyetértéseteket, vagy sem. Akkor ez a szavazó. Akkor megállapítom, hogy valamennyien megszavaztuk ezt, és akkor is fogjuk javasolni a testület elé. Jó van, akkor még van egy napirányi pontunk. Igen, a másikat pedig akkor, hogy az ajánlott előnek elfogadjuk. Elfogadjuk, az elkészült szerződést elfogadjuk, kiadásra javasolja a testület felé a bizottsága, vagy nem javasolja elfogadásra. Ezt a szerződést nekünk most... Igen. Vagy a módosítással. Vagy a módosítással. Vagy elfogadja a módosítást, megszavaztatni a módosítást, hogy a módosítással egyetért, vagy nem. Amennyiben egyetért, akkor a módosításokkal együtt már elfogadja, amennyiben nem ért a módosításokkal együtt, akkor pedig a eredeti tervezett szerződést javasolja a testület felé. Egyébként, amikor ezt a, én mutatom, ezt a hol helyettesítek jogot, azért én tisztáltam. Szerződésben ti ismerhetsétek a gyakorlatban, hogyha itt az van, hogy az a gyakorlat, akkor az vagy ahhoz kötjük magunkat, és elfogadjuk, akkor viszont beveteszik, hogy hol van a helyettesítés, ugye? Szerint erről van szó? Van, 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 szerződésünkben egzési, hogy a helyettesítő orvos felvett helyettesítés helyére. Tehát az OFL ebben benne van, 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 ebben hol fogja helyettesíteni? Benne van, hogy hol. Hetes pontjában. Igen, benne van, hogy hol, ott van. Szerintem az nincs benne, hogy hol. Csak az van benne, hogy ezek vállalkozók, hogy hol van a székhelye, az, hogy hol helyettesíti, azért kevesen a szabát. Jó, igen. Ez benne van, hogy hol helyettesíti. Ha mindent a testület, hát most így csak tudom lévenni. Jó, tehát ez jó gondolat lett így a végére. Tehát akkor az ajánlatot a bizottság elfogadja így, ahogy le volt írva. Kiegészítések nélkül? Kiegészítések nélkül, először azt szavazzuk meg, hogy a kiegészítések nélkül elfogadja. Mert utána csak azt... Utána kiegészítések? Igen, mert ha most mindenki elfogadja, akkor nincs kiegészítés. Ha attól függ, hányan szavazunk és hogyan. Így fogadjuk el a kiegészítésre, és így javasoljuk a testület felé. Ez volt, nem jegyződött, ez volt a... Amit igen, akkor megszerűsíteni, akkor igen. Igen, én szeretném leegyszerűsíteni. Így mondhatnék valamit? Ez a szedesünk szerint, ugye, ami általában gyakorlatban alkalmazva a bizottsági ülésekre. Először a módosító intézményeket szokták. De én csak úgy vagyok, hogy én nem vagyok tagja a bizottságnak, én csak ilyen külső kotnyelesként véleményt mondtam segítségképpen. Tehát az nem módosító ügyek. Először a módosításokat kell megszavazni? Tehát én nem tettem módosítást, én nem is tettem módosítást. A módosítás irányulta. Egy részt ugye a... Jól emlékszem, a térítésmentességre, igaz? Egy képviselő volt. Személyes közreműködés, bocsánat. Nem vagyok tagja a bizottságnak, én nem tehetek módosítót. Jó, de a bizottság testületülése. Akkor kérdezem, a bizottság, tehát a bizottság milyen módosításokat kíván eszközölni a képzelet? Ezekkel a javaslatok alapján. Tehát volt egy javaslat, azt befogadja a bizottság? Nem volt módosító javaslat. Nem volt módosító javaslat, a bizottság kívánja-e módosítani az eredeti
anyagot a tekintetben, tehát milyen tekintetben kívánja módosítani? Ugye, ha nem volt, tehát nem bizottsági tag, mint külsős jelzett, akkor ezeket a... Nem tudom másképp fogalmazni, tehát bizottság... Akkor egyszerűsítem, egy ilyen, hogy akkor a szokásos egyszerűsítésen már most megtörgessem ezt. Nyilván a testületi ülésen ez újra szóba fog jönni, akkor már, mint módosítója, most azért fogja a Vaskó László képviselővel elmondani, tehát most mi ezt meghallgattuk, tudomásul vettük, ezzel együttesen szavazzuk meg most, hogy tehát elfogadjátok-e azt, hogy így ebben a formában javasoljuk a képviselő testületet. Ahogy most van, ahogy le van írva, ez a kérdésem, ezt szavazzuk meg. Megfelele így, küldjük el testület elé. Átgondolva vagy tudva azt, hogy a testület felé párt most 5-10 perc múlva vagy 20 perc múlva ezt úgyis megtárgyaljuk, és újra megrendhatjuk azokat a módosító javaslatokat, aminek igazán nem is tudjuk még a végét. Tehát én úgy gondolom, hogy kérem a bizottságot, hogy ebben a formában javasolja a testületnek, megszavazzátok ezt. Aki megszavazza, az tegyek el a kezét. Köszönöm szépen, akkor 4. Igen, ki van ellene, ki tartózkodik, akkor egy tartózkodással javasoljuk a testület elé ezt a végigterjesztést. Akkor átérhetünk az utolsó napi rendi pontra, a Nyíltelek Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetői állásai betöltésére irányuló pályázati elhívás elfogadására. Az a kérdésem, hogy polgármester úr, neked nem lenne ehhez hozzáfűzni való most a bizottságülésen, vagy majd csak a testületén. Ezt a bizottságnak felteszem a kérdést, hogy elolvasta-e, és átgondolta ezt a pályázati felhívást. Ugye arról van szó, hogy végül is ezt a mérségi többféle kistérségi társulás tanácsa, ezt az intézmény vezetői állást, ők fogják ezt a pályázatot. Viszont a testületnek beleszólási vagy utoljoga lehet. Tehát ezenek a kérdés a lényege. Elolvasták, hogyha megértettétek, van-e valakinek hozzáfűző valója? Nincs egy kérdésem. Igen? Hogy a pályázat benyújtása módján csak kérdés lehet, hogy én mondom, hogy is kiszticsári dolgok tőlük, de az elsőségi külön szolgáltatás az miért jár? Az miért jár? Hogy úgy, tehát a tértére önnyes tértem, stb. Posta úton az elsőségi külön szolgáltatás az miért jár? Az mi miért fontos? Szerintem az nem fontos, hanem úgy is meg vagyok. Az elsőségi külön szolgáltatás az azt jelenti, hogy a levelednek az útján már mikor interneten állandóan figyelheted. Az egy biztonság. Az egy biztonsági dolog, hogy te mindig tudod, hogy éppen most melyik postakocsiban áll. Van-e valamilyen hozzáfűző kérdéshez? Akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy amennyiben a 6. napon rendelő terjesztés elolvastátok, és nincs hozzáfűző való, akkor fogadjuk, vagy javasoljuk a testületnek átadásra. Kérem, szavazzunk. Akkor megalapítom, hogy ezt egyhangúan megszavazunk. Akkor még van egy utolsó napi rendi pontunk, az egyedek, amit alapjának az egyedetnek, amely a megjegyzése, hogy minden valója valamit érkezik. Az a kérdés,
sem, hogy ezt a levelet, amit ismert is találjuk, kellene tárgyalni, vagy ez a testületnek. Ezt azért mondom, mert ehhez nekem is lenne még egy hasonló egyebek, de akkor én is ezt a testület szülésen tudok felelőzetekben jó. Akkor köszönjük szépen, akire az egyebek alatt mi nem tárgyalunk, a bizottság ülését berekeztem, én ezt kérlek köszönöm a támogató együttműködését, aktivitását, és köszönöm. Szóló 2011. évi 189. törvény 42. paragrafus 6-os paragrafusában rögzített feladatkörében eljárva 2015 évre vonatkozóan jelen határozat mellékletét képező tartalommal települési együttműködési testvértelepülési együttműködési megállapodást köt az ukrajnai Belegrákos településsel, községgel. Ez lenne az indoka ahhoz, hogy a korábbi első egyes pontban régen 5 évé szabályai kerültek húzítésre, nem került, nincsenek hatályban. Nem, ez csak határozat. Az ügyrendi bizottság ezt tárgyalta? Az ügyrendi bizottság megtárgyalta. Azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy írjuk be, hogy Nyíltelep város, a második oldalon, és azzal a kiegészítéssel, hogy a táblázat utolsó után szerepeljen a szervezők, a Nyíltászó Nyíltalak Kft., a közösségi ház és az iskola, ami szervező. Szervezik, akkor már nem jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye ez már hosszú évek óta igazából itt az anyagban ki is derül, hogy van erre szükség. Nyilván tartjuk a kapcsolatot, de hát az ő könnyen mozgásukat segíti ez. Tehát
Úgy gondolom, hogy amit nem muszáj, azt nem kell belerögzíteni. Legyünk új szabályozók, igen. Nem releváns szerintem a témát, illetőleg, hogy ők most kapnak vízumot, vagy nem kapnak, kőt kiszervezik szerintem. Az eredeti változat mellett lenni. Jó, más észrevétel? Nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést, az első napi rendi pontot. Azon a kiegészítés, amit a jegyző úr tett, illetve a nyílkár szolmint szervező megjelölése nélkül, ki az, aki támogatja, készfeltartással jelzi. Tartózkodás, ellenvetés, nem volt, akkor megállapítani a képsúlyos, nem volt elfogadtam rendben. Második napi rendi pont a képviselőtestület 2015-ös munkaterve. Ezt is tárgyalta a bizottság. Igen, a bizottság ezt a munkatervet is megtárgyalta, és egy kiegészítéssel, egy pontosítással javasolta a testület felé elfogadásra. Itt arról volt szó, hogy a 2015 márciusi programok között, hogy 5 éves a terv, gazdasági program, 5 éves gazdasági program. Is. Plusz az, hogy decemberben a rendezvényterve. Igen, decemberben a rendezvényterve, és mindenki testületi ülés júliusban. Meg is kommentálják. Ezekkel a változtatásokkal akkor szabad? Szabad. Most beszabad. Friss vagyok. Sokan voltak megfázva a rendelőben, hogy olyat, hogy esetleg a közmeghallgatást, amit decemberben szoktuk, nem szüntetnek rögzítsük a tradicionális időpontját. Nem szükséges? Illetve lehet, hogy nem szükséges. A másik, hogy nehogy elfelejtsük. Hogy a legkésőbb a júniusi vagy májusi ülésen a esetleges kitüntetések a városnak nem kéne rögzíteni, hogy szóba... Nem rögzítsük, hogy mondjuk foglalkozzon vele a testület, hogy mondjuk júniusban úgy... Nem biztos, mert ha nincsen rá javaslat, akkor nincs mivel foglalkozni. Jó. Mert ugye a személyek javaslatára lehetséges, vagy? Oké. Jó. Szerveteremtéssel kapcsolatban más egyéb észrevétel? Nincs, akkor én azt felteszem a kérdést, hogy az előbb elhangzott módosításokkal elfogadja a képviselőtestület kérem szavazani. Tartózkodás, ellenvetés, nem volt, a képviselőtestület elfogadta. A harmadik napirendi pont. Előterjesztése nyíltászló non-profit KFT felügyelőbizottságának tagjának megválasztására. Ezen bizottsági tagoknak a megbízatása lejárt, ezért új tagok kerültek megnevezésre. Ezekkel a tagokkal nyilván felvettük a kapcsolatot, leegyeztettük, elvállalják. Több, azt gondolom, hogy személyekkel kapcsolatban semmilyen ellenvetés nem érkezett. Bizottság. A bizottság ülésen módosító indítvány nem hangzott el, a bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra javasolja. Igen. Annyit javasol még, hogy ezen elismerik a alapítók jó
alapjogot, ha nincsen nekik alapjogot, főleg az olyatnak, adjunk egy-egy példán, egy egységes szerkezetet, én majd produkálok húzba, egy-egyet, a hármat, illetve felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy az alapítókirat szerint ők fogják megválasztani maguk közül a bizottság elnökét. Jó. Nem hát az, hogyha. Tudjuk. Jó, de... Te ti tudjátok, hogy ők is tudják. Jó, rendben. Ők is tudják egyébként, ezt elmondtam nekik, úgyhogy majd adakozzanak egymással. Jó. Én annyit szeretnék még hozzávenni, hogy az előző két bizottsági tagokat most nem kerülnek el megválasztásra, meg lehetne köszönni a munkájukat, megválasztásra. Mind a hármójuknak. Mind a hármójuknak. Most akartam mondani, hogy azért értem. Nem sem gondolkodik. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez a munkát. Ezt a bizottságig megbeszéltük, és egy óra játszanyunk mi is úgy gondolkodunk, hogy mind a háromnak meg fogja köszönni az eddigi munkáját. És egyéb észrevétel ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor én felteném a képviselőtestületnek a kérdés, hogy az előterjesztésben megfogalmazott személyekkel, nevekkel egyetértenek-e, aki igen, az kész feltartással jelezze. Rendben, köszönöm. Ellenvetés? Módosítani kell az alapítókiratot. Igen, ennek benne a kerülnek. Módosítjuk az alapítókiratot is. De ez itt is volt benne. Mondta, hogy egyetértenek, hát nem illetve. Ha arról szavaztunk, akkor meg fogadjuk meg az alapítókiratot. Az előterjesztés szerint szavaztás. Az előtte ezt jobb okoskodtam, csak kell valami nélkül, hogy csatolni, hogy így is. Jó. Az előteresztés szerint szavazhatom a képviselőtestületet, hogy a hármas pontban foglaltakat elfogadja. Aki ezt támogatja, az készfeltartással. Tartózkodás, ellenvetés nem volt, akkor egy hamar este járt. Rendben. És akkor a négyes pont, előterjesztés Nyíltelek város névhasználatát szabályozó rendelet megalkotására. Ezt a bizottság nagyon alaposan megtárgyaltam, és a véleményére köszönjük, akkor kíváncsi. Tehát a bizottság valóban alaposan megtárgyalta, és a jogász képviselők, illetve a jegyzőjű olyan kérdések sorozatát vetette fel, ami a bizottságot arra helyette következtetni, hogy alaposanban körbe kell ezt a témát járni, és ki kell dolgozni, és ezért ezt a bizottság egyáltalán meg is szavazta, és kéri a testületet, hogy most vegye el a napi rendi pontról a tárgyalását. Kaphatnánk erre egy összefoglalót azok, akik esetleg nem voltak itt a bizottsági ülésen? Egy olyan rövid zanzásított, hogy mik merültek fel? Hát ezt nagyon tudom, hogy mik merültek fel? Szóval, rögtön az elején szintetizálva mondom, nem, hogy külön a jegyzők, a képviselőtársa. Alapvető célok megalkotása. Mi a célunk ezzel? Mert találtuk ezt ki, hogy szabályozni akarja az önkormányzat Nyíltelek névválasztását. Mit szeretnénk szabályozni? Mit szeretnénk szabályozni? Nyíltelek város nevet, egészen pontosan ezt kell meghatározni. Milyen legyen ez az eljárás? Előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni, illetve felmerültek itt kérdések, hogy ez a bizonyos 2015. február egy napi határba lépés, ez nem korrekt, ezt ne alkalmazzuk. Felmerültek olyan kérdések, hogy csak azokat a szervezeteknek a névválasztását szabályozhatjuk, akik Nyíltelek felség területén élnek és munkálkodnak,
akik ennél távolabb lenne más helyen, azokat nem szabályozhatjuk. Azok esetében a polgári törvénykönyv az irányadó. Röviden ezek voltak. És úgy gondoltuk, hogy akkor ezt újra átgondoljuk, hogy mik a céljaink, milyen legyen az eljárás, előzetes hatásvizsgálatot végezzünk, és ezeket a kérdéseket pontosítjuk. Azt is összegeztük, hogy alapvetően már a múltkor a testület, hogy készüljön ilyen jó terjesztés, illetve ilyen rendeletalkotás, ezt megszavazta. És a jegyző dolgozta ki ezeket, és mindenképpen profi rendeletet szeretnénk alkotni. Ez volt a fokáink, ezek voltak. Más kérdés? Nem akarom Anikot kiegészíteni, csak hozzáfűzném. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a tekintetében tehát a kulcskérdés az az, hogy a rendeletnek a területi hatája a Nyíregyháza-város közigazgatási területéhez kötődik. Én tovább is azt mondom, hogy az anyagi jogi jogforrás nem az önkormányzat rendelete, úgyhogy itt most személyiségi jogról beszélünk, hanem a PTK. PTK példálózó felsorolással tartalmazza a személyiségi jogokat, de a népviselések való jog megsértését azt nevesíti. Tehát gondolom a szabályozásnak, ha jön lesz az előterjesztés, ehhez képest kell majd valamit mondani. Szerintem elsősorban eljárás jogi szabályokat alkothatunk mi, és az anyagi jogi jogszabályokat minden ilyen tekintetben a PTK tartalmazza. Mi mondjuk a névhez, a népviseléshez a jog megsértését nem tudjuk megállapítani, nem akarunk rabolni az időt, ugye mindenképpen bírósági hatáskör, hogyha ilyen személyiségi jogsérelem történik. Törvényszék, tehát ezt átgondolva, végiggondolva, kérem akkor eltönteni, hogy mire irányuljon a szabályozás, és milyen szabályokat alkosson meg az önkormányzat, mint a szemben előtt tartva egy adányban. Ha ezzel segítettem volna a többé. Képviselőtestület, én magam részéről nem támogattam a bizottságnak a javaslatát, hogy levegyünk ezt napirendről. Én azt javaslom, hogy lefogadjuk el ezt a napirendet, ezt már elkezdtük tárgyalni egyébként is a napirendet, meg megszavaztuk a napirendet, tehát ugyanoda fogunk kiukadni, ahol elindultunk, hanem lapoljuk el ennek a tárgyalását. Én azt gondolom, hogy ez a helyesebb dolog. Egyszer döntöttünk, ugye most már kétszer, szerintem a harmadszor is tétre fog kerülni ez a téma. Meg nyilván most kellene két mondatot mondani arról, hogy én egyetértek, amit egy doktor úr elmondott, hogy még irányba ezeket a célokat meg kell jelölgetni. Most kellene valamit mondani, hogy akarunk ilyen célt megjelölni, vagy amiket most hallottunk, amit ugye a múlt testületülésen kellene hallanunk. A vonatkozásban tovább lépjünk ebbe, én a bizottság, nyilván nem vagyok bizottsági tartán, de figyelemmel kísértem a bizottság vitáját, mintha azt érzékeltem volna, hogy ezt át kell dolgozni, és egy más anyagot kell tenni. Tehát én azt javaslom, hogy most ne fogadjuk el az anyagot, hanem napoljuk el, és akkor készüljön egy olyan anyag, hogy nem tudom, hogy most már tudunk elmondani, hogy ilyen. Rendben. Bennem egy kérdés. Vagy abba az irányba, amit doktor úr mondott, az abba. Bennem egy kérdés vetesz fel, hogy egyáltalán érdemes-e nekünk ezzel olyannak foglalkozni. Úgyis odajuk adunk vissza, hogy a PTK lesz az, ami ebben irányadó. Tehát elkezdünk mi szabályozni nyírtelek területén bármit is, amikor erre van egy országos szabályozás. Igen? Szabad olyat csinálni, hogy mint amikor a színházban a színész kiszabad a közönségnek. Tetszik tudni segíteni nekünk ebben, hogy a járásban például Nyíregyháza városnak. Tudomásunk szerint talán van ilyen névhasználati jogot. Tehát én a cégemet nem nevezhetném, mondjuk nyíregyházi lakos lennék, nem nevezhetném el Nyíregyháza orvos BT-nek, csak akkor talán, hogyha a várostól én engedélyt kapok, hogy én a Nyíregyháza nevet a cég nevemben használhatom. Én is úgy emlékszem, hogy van. Van ilyen.
Tehát szabályozzák, ellenőrzések. Van, de a tartalmában nem. Nincs. Más településnek vonatkozásában találtunk, de Nyíregyháza esetében. Kegyelengedt egy településnek, ami a szabályozásra lehet. Biztos, hogy... Van. Van, tehát soknak megnéztem. Nekem is úgy rémlik, hogy amikor átszörgettem az interneten elérhető rendeleteket, mintha lenne Nyíregyházának. Jó, ez bennem vetődött. Igazából nem vagyok benne biztos. Köszönöm. Használták ezt? Akkor, vagy... Nem hallottam róla, hogy ebből bármilyen ügy lett volna, és nem találkoztam ilyennel. Csak én arra akarok elmenni, hogy ennek van egy gyakorlati használat, tehát hogy milyennek a rendőrök megalkotásnak a gyakorlati használat. Hát én a múlt testületülésen nem voltam ugyanitt, de amikor elindult ez a gondolat, akkor itt voltam. Nagyjából érzékelem, hogy miért merült fel ez az igény, szerintem lehetne vele foglalkozni. Nincs inkább, ezt támadó van, szerintem foglalkozni kell, és pont tegnap voltunk egy ilyen előadáson, egy Facebookos, és ez a modern technikánál jelennek nagy veszélyt, jelenthetnek nagy veszélyt, mert azért a régi nem se civil szervezetek nélkül használhatta meg egyéb, mert azért az helyek ezek kialakult, és az jobban kézzelfoghatóbbak. De azt látjuk, hogy ez a modern technika olyan dolgokat hoz be itt az internetes életben, amely esetleg veszélyt vagy lejárató dolgot is hozhat a településre. Ezért valami szinten kell, Laci elmondta, hogy itt PTK-ban kész adott. Itt az eljárási feladatainkat, vagy egyáltalán néhány dolgot meg lehetne szabni, valami célok meg stb. Tehát mindenki van szólni, hogy foglalkozunk vele, és ha kell, akkor dugja össze a fejét a jogászok, és akkor a mi esetleg ötleteinkkel is bővítjük, és készüljön egy anyag mindenképpen. Én azt javaslom, hogyha nem szolgatok, hogy legyen levében a kirendről ez az anyag, és akkor bizottság, akkor egyeztesse, ugye a Bizottság bizottságtól jött alapvetően ez az elképzelés, hogy történjen egy ilyen szabályozás, ami továbbé is úgy emlékszem, hogy itt bizottság előkészítéséről volt szó. Itt párhuzamosan, tehát az előzetes hatásvizsgálat nélkül nem lehet tárgyalni ilyet. És egyébként én nekem továbbé is az a véleményem, hogyha nincsen ilyen, hát azt mondjuk, hogy legyen ilyen rendeletünk, lesz ilyen rendeletünk. De viszont akkor figyelembe kell venni, még egyszer mondom, hogy anyagi jogi jogforrást, szerint véleményem szerint mi mérterek közigazgatási területére tudunk meghozni. Sok értelmét nem látok, mert hogyha bármilyen személyiségi jog, a népviseléshez való jog sérül, én azt gondolom, hogy a jogforrás, akkor is az anyagi jogforrás a PTK lesz, és nem a mi rendeletünk. Tényleg nem akarok senkinek időt rabolni. Először azt kell szerintem eldönteni bizottsági szinten, ahonnan jött ez a kezdeményezés, hogy mit akar leszabályozni a bizottság a testület által. Mik azok a sarokpontok? És ha megvan, akkor ahhoz képest kell csinálni egy elképzelést. Egy tervezetet, és úgy, ahogy itt a többiek is mondták, hogy nem akarok itt senkit említeni, szerint olyan alapra helyezni ezt az anyagot, amilyen alapig kialakul a bizottsági egyeztetés során. De vegyük figyelembe, mondom a vonatkozó jogszabályokat, nekem határozott véleményem, hogy rendelet nélkül is, ha van az önkormányzat, Nyíltelekváros önkormányzatának sérül a személyiségi jog, a népviseléssel való jog megsértésre kerül, ha van rendelet, ha nincs rendelet, bármikor indítható kereset rendelet nélkül is. Ugye itt a felvetés az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy van-e ennek értelme. Én azt mondom továbbra is, hogy ilyen generális jellegű anyagi jogforrás mi nem tudunk megalkotni. Eljárásjogi szabályokat alkothatunk arra az esetre, hogyha bármilyen olyan információ kénybe kerül, hogy sérült a népviseléshez való jog. Kinek mi a feladata, kinek mi a kötelesség. Aztán lehet szabályozni szerintem minden további nélkül. Csak megkérdezem, mi van akkor, hogy én felhasználom a nevet. Nem fogja beegyezni a cégbíróság? Nem fogja beegyezni a egyesületet a törvényszék? De hogy nem. De hát itt csináltuk a nyíltelepi polgárosi, ugye? Kértek hozzá erre? De hogy kértek?
telnek, akkor mennyivel leszünk előbbé? Hogyha azt mondjuk, hogy minket ez sért, akkor mehetünk külön rendelet nélkül is a bíróságra, és megkérni, hogy a bíróság keresetünkre adjon helyt, és úgymond állapítsa meg a személyiségi jogsértést. Akkor csinálhatunk így ilyen-olyan rendeletet majd. Én azt gondolom, hogy akkor lehet arra azt mondani, hogy ez célszerű, nem célszerű, mikor látjuk. Ez szerintem nem az, amit nekünk most tárgyalni kéne. Én azt gondolom. És én azt javaslom, hogy az a tiszta, nem tudom, hogy kettő között a különbség, akkor nem eskedő úr, hogy leveszünk napi rendőri, és akkor készül egy ugye, nem ugyan erről volt szó, és nem az, hogy leveszünk és fölöpjük a kukába. De ugye? Cél ugyanez, tehát amit én mondtam. De hát mondtam, hogy ne vegyük el a napi rendőre. Hát most mi a különbség? Nem arról van szó, hogy vegyük le is a sülyeztőbe, hanem ugye a bizottság is azt fogja. Tehát ha leveszed napi rendőr, a bizottság azt fogja. Mivel hozzá kell azt tenni, hogy akkor ezt újra kell tárgyalni, bizottság, vagy azt mondani, amit a fogalmazta. Bizottság azt fogalmazta meg, szerint véleményem szerint, hogy kerüljön a napi rendőr levételre, és nem azt mondta, hogy pont, és kötőző volt utána. Készüljön egy másik anyag. Üljenek le, határozzák a sorokpontokat, stb. Egy polgármester úr is, hogy nem biztos, hogy kell ilyen anyag. Hát meg kell azt hiszem, hogy kell ilyen. Gondoltam, hogy én azt gondolom, egyszer döntöttünk ebbe a dologba, hogy kell egy ilyen anyag. Nem döntöttünk egy semmit. A kell egy ilyen anyag alatt nekem mondd meg, hogy most muncot akarok lenni, hogy pont egy ilyen tartalmú döntést akar. Azt mondtam, azt, hogy kell egy rendeletet csinálni, tehát ez. Na hát én is azt mondom, lehet egy rendeletet csinálni. De ezt szerintem... Ezt kell visszavonni, tehát... Nem kell azt visszavonni, de rendeletet nem azt javasolta. Azt mondta a bizottság, meg kell vizsgálni, megállapítani sorokpontokat, elkészíteni ezt az előzetes hatásvizsgálatot, stb. És utána jöjjön ide egy másik anyag. Másik. Így egyet jöttünk. Hát eddig is ezt mondott el, mert nem eddig előtt. Hát ezt mondott el. Janikó így mondtad. Nem kell nekem a kicsit teljesen ilyet, csak én rosszul hallottam volna. Azt mondott el, igen, hogy tovább. Tehát mindenképpen az a bizottság szándéka, hogy ezzel tovább foglalkozik. Elfogadva azt, amit a jegyző úr mondott, még pluszba kiegészítésként, illetve átgondolva, amit a két jogász szakértőt, ugye mondhatom én. És a bizottság ezzel tovább szeretne foglalkozni, ezt egy gondolatra szavaztuk, és ez így is lesz, hogy tovább szeretnénk. Rendben, akkor meghallgatok a véleményeket. Én akkor azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy akinek van még ezzel kapcsolatban valami, most mondja el, és azt is halljátok, hogy csak gondolok. Nem. Rendben, akkor én arra kérném a képviselőtestületet, hogy a 4-es pontban foglaltak a felük a napi rendről, de erre a bizottság akkor térjen vissza. Kérem, akkor ezt támogassák a készfeltartással. Jó. Ellene? Tartózkodás? Nem volt, akkor egy hangot a képviselőtestület. Rátérünk az 5. napi rendről pontra. Ez a fogorvosi feladatellátás szerződés módosítása. Erre azért volt szükség, ugye a személy tulajdonképpen nem változott, csak mint magán személlyel kötöttünk egy feladatellátási szerződést, ő pedig feltételezem én a jobb anyagi lehetőségek következtében készített egy KFT-t, vagy ezt tudod, hogy KFT-t, ennek következtében azt a szerződést én úgy gondolom, hogy már nem viheti tovább, tehát azt a szerződést fel kell mondanunk. És ezzel a KFT-vel, amelyben ő személyes közreműködő, személyesen végzi a feladatát, ezzel javaslom én majd, hogy kössük meg ezt a feladatellátási szerződést. De szintén ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta. Igen, az ügyrendi bizottság tárgyalta, és akkor javasolja a testületnek, hogy az előző szerződést a gyűjtési hiányával szüntesse meg, és azt javasolja a testületnek, hogy a NADI, tessék? A NADI, igen, az ajánlatát, a NADI Dentál korlátozó felelősségi társaságnak pedig Tessék? Igen, jött egy ajánlat a megszüntetésre.
megfelelése. És akkor ezt javasolta a bizottság, hogy a képviselőtestület felé ezt megszavazta, hogy ezt a megszüntetést fogadja. Igen? Igen, én ezt az előbb úgy gondoltam, hogy ezt mondtam. Elnézést, ezt szerettem volna mondani is, hogy ezt megszavaztuk. És ugye érkezett egy, most a KFT nevében készült itt egy anyag, amin ugye ezt már mindenki hallotta, mert itt voltatok, hogy volt a akkó képviselőtársamnak kiegészítése, itt ezt elég jól átrágtuk, mivel ez hivatalosan nem volt módosítás, én arra kértem a bizottságot, hogy ezt a feladatellátási szerződést ebben a formában javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra. Jó, én először is két részre mondanám ezt, és akkor egy kicsit jobban fogunk tudni haladni, én azt gondolom. Tehát Nádas Dénik Dr. Békési Diana, akivel feladatellátási szerződés van, abban mindenki egyetért, hogy ezt a feladatellátási szerződést szüntessük meg. Igaz? Akkor kérném a testületet, hogy erről szavazzon. Aki egyetért, készfeltartásra jelezzen. Rendben. A pont akkor ezzel megoldva, és most következik a B, hogy a Nádas Dénik Dr. Békési Diana által alakított Nádi Dentál Kft.-től érkezett egy ajánlat. Tulajdonképpen ugyanúgy ő lenne, aki a feladatot ellátja, ugyanúgy az a személy lenne, aki az asszisztenciát végzi, tehát minden változatlan, csak a jogi forma változna. Ez lenne a következő. Ebben viszont már kérem akkor a véleményeteket, hozzászólásaitokat. Ha van, ha nincs, akkor pedig úgy gondolom, hogy akkor ezt is... Igen? Akkor ugye feltörött a rendelést, hogy akkor ezt személyesen fogja, személyes közleműködésével fogja ellátni. Ez benne van a feladatellátási szerződés. Személyes ellátási pont, így van. Ez még pont előtt. Egyes pont előtt. És hol van az, hogy ő személyes közleműködésével fogja ellátni? Személyes ellátási kötelezett orvos. Nem tudom, hogy mit jelent. Én azt gondolom, hogy ha azt akarjuk kikötni ebben a feladatellátási szerződésben, hogy nem más, hanem az ő személyes közleműködésével lássa el ez a társaság, ugye, ezt az ellátási szerződést, akkor én azt javaslom, hogy tegyük bele, ugyanúgy mondtam, hogy egy-kettő el tudja adni ezt a céget, és akkor már semmi köze nem lesz ennek a hölgynek ehhez a céghez, meg a feladatellátáshoz. Hát a feladat, ugye itt ennek a szerződésnek az alanya az önkormányzat, illetve a gazdasági társaság, és nem az orvos. Viszont ez azt jelenti, ami ide van írva, hogy a társadalombiztosítóval is a Nádi Dentál Kft. Köt szerződés, de a társadalombiztosító ragaszkodik ahhoz, hogy személyes a képviselője személyes közreműködésre kötelezett. És ebben az esetben ez nem kérdés, csak ő dolgozhat. Ezt elmondja ez a mondat. Beletehetjük a szerződésbe, de le fogjuk írni még egyszer, mert ezt ugyanazt jelenti. Nem fog az olyan finanszírozást adni annak a praktisnak, aki kiadja másnak, meg eladja másnak. Tehát csak ő dolgozhat. De beletehetjük, de ez is ezt mondja. Mondhatom, hogy nem. Igen. Én nem ismerem. Ilyen részletességgel, mint Anikó ők ismerik, de amit ott figyeltem, hogy Anikóra azt mondja, hogy akkor adják ki ezt a jobb engedélyt, hogyha a képviselő vállalja a személyes közleműködését. Jól értettem? Igen, nem is kapott. Na hát akkor bármelyik fogorvos megveszi ezt a céget, és ő lesz a képviselője, és valahol beszél le szépen az OFS, hogy én vállalom az ő vállalom személyes közleműködését. A kérdés az az egyébként akkor, hogy másképpen fogalmaz. Én azt vezettem fel, hogy a Nádas Dini Dr. Békés Diana vállalja a személyes közleműködését. Ugye? Hát de. Akkor ez az ő személyéhez kötődik, ugye már így lett elővezetve, hogy ez a hölgy kötődik ide, és akkor nem mondjam, hogy mindenki mit tört. Azt mondjuk, hogy csak a cég képviselőjének, nem azt mondjuk, hogy a hargerete kihagyja, hogy a vállalkozó tesz igényben, ha a cég képviselője köteles személyes közleműködésre, az a mindenkori cég képviselőt jelenti, és nem
Nada finito, clube Kirdiana. És ha pontatlanul fogalmaztam, akkor elnézést. És itt változtatunk annyi, hogy mint személyes közreműködésre kötelezett orvos. Akkor? De akkor azt akarjuk, hogy jövünk? Igen. És ezt akarjuk. Legyen benne, itt mondva én azt javaslom, hogy a képviselője, Nádorvényi Békés Diana fogja ezen feladatellátási szerződés keretében személyesen biztosítani azt a szolgáltatást a KFT keretében. Akkor ez azt is jelenti, hogy ha ő ezt, vagy bármilyen üzleti átruházás, vagy tulajdonjog átszállás történik, akkor ez a feladatellátási szerződés a KFT szállhat. Gyakorlatilag indultunk ki, hogy ő és nem más. Ugye nem is nagyon vetődött fel az annak idején, amikor ő vállalkozó orvosként. Igen, most sem. Most a részéről most sem. Tehát ő most is azt gondolja, azt szeretné, hogy ezt a feladatot ő személyesen lássa. Mert tovább itt mondom a valamit, még befejezetem, más pont tekintetében. Bizottsági ülésen javasoltam, legyen egyértelműen rögzítve az, hogy a helyettesítés orvosi. Én azt gondolom, hogy leírja a helyettesítő orvos nevét meg székhelyét, abból nem terül ki egyértelműen, hogy hol lesz ez a helyettesítés során ez a szolgáltatás nyitva. Ha a helyettesítés ebben a rendelőben fog történni, akkor írjuk bele. Ne hagyjunk itt elbaradjon számokat. Azt mondja a testület, hogy nem kell, hogy feltétlenül ezen rendelőben történjen a helyettesítés, mert azt mondják, hogy ilyen szakmai, meg olyan szakmai szokások, meg egyéb alapján nem legyen, akkor is meg kéne tudni, hogy hol lesz ez a szolgáltatás. Ugye? Mert gondolom, én nagyon bízok benne, hogy nem Budapesten praktizálnak ezek. Ugye ebből nem derül ki, hogy ezek a helyettesek, most mondtam, hogy túlva dolgozok, azok a helyettesek, ebből a szerződésből nekem nem derül ki, hogy a helyettesek hol tudják helyettesítést során ezt a szolgáltatást. Helyettesítés során ezt a szolgáltatást után. Felvetettem tovább, és utána tényleg vagyok itt egy békét, itt a 9.b pontján, ugye mivel ez a használat, gyakorlatilag a PTK szerint használat, tehát nem érdek, ugye? Nem gondolom, hogy sok értelme van annak, hogyha az orvos elveszti a végzésre, vagyis az egészségügyi szolgáltató elveszti az egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságot, ott legyen bezárva ez a tulajdonunkat képező, mindig irodát mondom, orvosi rendelő. És én azt javaslom továbbra is, hogyha főleg meg akkor, hogyha történik, hogy ilyen nem várt esemény, ugye, azt mondják a tévájt, hogy ez a szokás, hogyha az fog történni, és azt mondja a testület, hogy a helyettesítő orvosok rendelőjében megkérdezik, hogy hol történik a helyettesítés, akkor pedig a B-pont szerinti esetben szűnjön meg a használati joga. Mert akkor nem fogunk semmiféle ellenértéket kapni, ugye a rendelőjér, senki nem fog benne rendelni, hogyha ez így működik, Attilájuk tudják, és ott lesz bezárva, és nem tudunk belekezdeni semmit hatónapig. Ha megszűnik a használat joga, ha elveszti a végre, bekövetkezik a B-pont szerinti körülmény, akkor rendelni. És még egy, ez már csak igen apró pontosítás, a hármas pontban, hogy gyérítésmentesen ott használatban, harmadik sorban, én javaslom, hogy a pontosság kedvéért vegyük ki a térítésmentesen, hiszen azért nem arról van szó, hogy ő semmit nem teljesít, hanem arról van szó, hogy nem fizet használati díjat, nem fizet bérleti díjat. És egyértelműen szerepel szerintem benne, hogy a PTK használatra vonatkozó szabályai kell alkalmazni, tehát nyilván ebből mindenki tudhatja, csak a térítésmentes kerüljön ki, hiszen van neki teendője a használat során. Használati díjat nem fizet, de van neki. Köszönöm. Én ehhez a helyettesítéshez még egyszer csak említenék hozzá. Azért van felsorolva a 3-4 és a cím, és nem az van, hogy hol született meg anyja neve meg egyéb adatok,
mert a helyettesítés itt fogsz Nyíregyháza, Sóstói 5-1-3, a másik Szent István utca, Nyíregyháza, Szent István utca 14, tehát a saját rendszerűen helyettesítenek. És ez valóban nincsen kérdőírva, de ez erre meg következtetni. Mert nem személyi adatai. Tehát tudjuk bele azt, hogy a helyettesítés helye. Valóban azt sem akarta tartalmazni, akkor miért érve? Szerintem egy óriási veszély, hogyha csak ő a kezdetésre. Ezt kérdezik, akkor írjuk bele, hogy a helyettesítés itt történik. Egyébként, hogy az egyéni vállalatot, nincs egyéni vállalatot, akkor teljesen azt írja, hogy az egyéni vállalatot. Ezekkel kapcsolatban az az észrevételem a eredeti anyaghoz képült módosítási javaslatokkal, hogy számomra az a mondat, hogy a X Kft. Képviselő neve Nádasdiné dr. Békési Diána született ekkor, akkor ilyen-olyan szám alatti lakos, mint személyes ellátási kötelezett orvos, ez számomra egyértelmű. Neki kell ott állni, neki kell a túrót a kezébe fogni. Tehát számomra ez egyértelmű. A térítésmentes szó használata a nagyon érzékenyek ám a házi orvosok. Most már nem annyira, régebben igen, mert voltak olyan elvetemült önkormányzatok, akik a rendelőkért bérleti díjat. Ez arra utal, hogy szerintem ez a kamarai ajánlás, ami átültetésre került, a térítésmentesség, ez arra utal, hogy az önkormányzatnak eszébe ne jusson akármilyen összetételű önkormányzatnak valamikor, azt mondja, hogy a doktor, de biztosítva nagyon jól érzed magad, holnaptól ennyi-annyi bérleti díjat fizet. Szerintem ez erre vonatkozik, ez a térítésmentes használatba ad kitétel. A helyettesítős orvosok felsorolása, ez szép, hogy itt van, ezt be se kéne ide írni, ezt lehetne akár azt is írni, hogy és a doktornő országos egészségügyi pénztárnak kötött szerződésében foglalt helyettesítő orvosokkal, és az ott megjelölt helyeken látja el, pont. Mert az OER ezt halálkeményen leszabályozza, hogy kik, sőt, még azoknak is alá kell írni, meg le kell pecsételni azt a szerződést, akik vállalják az ő szerződését. Tehát véleményem szerint ezt nekünk itt túlszabályozni nem kell. Lehet, hogy nem értem lényegében, ez a 6 hónapos felmondási idő, ez egy nem tudom, hogy mennyire törvényez, vagy mennyire kamarai ajánlás, ez egy fontos dolog. Nem támogatom azt, hogy ez bármilyen okból eltöröljük, pont azért, mert mi van a legrosszabb esetben? Meghal. Az örökösei 6 hónapig a praxis jogot eladhatják. És ez nem megy már, nem lehet megszüntetni, nem lehet a feladat ellátási szerződését megszüntetni. Másnap 6 hónap időt kell még. És akkor addig a helyettesítő orvosok fogja el kell látni. Most vagy úgy, hogy valaki idejön, vagy úgy, hogy addig elmegy nyíltelek lakossága, de én ezt a 6 hónapot, én ezt nagyon nem borgatnám. Tehát ez szerintem lehet, hogy még törvény is, hogy ennyi áll rendelkezésre a házi orvosnak, vagy a házi fogorvosnak, hogy értékesítse a praxis jogát, és utána szűnik meg minden szerződés, jog, akármi visszaszállazó kormányzatra. Tehát én ezt nem javaslom orvosítani. Igen? Félrejelzés, mehesség. Nem van az emberként. Én nem is azt mondtam, hogy van az emberként. Gondolkodom rajta, hogy hogyan fogalmaznak. És senkit nem akarok megbántani. Én ebben a teremben, ezen asztal körül úgy ülök,
mint Nyíltelek város választópolgárai által megválasztott képviselő. Ennél az asztalnál, én azt gondolom, nekem kutyafötelességem Nyíltelek város önkormányzat érdekeit képviselni, és hogyha én tagja lennék az orvosi kamarának, és itt ülnék ezen asztal körül, nekem akkor is azt gondolom, hogy lenne a kötelességem, hogy képviselőként mondja a véleményt, képviselőként nézem az ügyeket, és adjuk az orvosi kamarát, mert itt nem kamarai tagok ülnek, hanem képviselők. Akiknek, én nekem legalábbis az a véleményem, hogy nekem az a kötelességem, hogy az önkormányzat érdekeit képvisel. Tehát remélem nem érted félre. Más. Amit én javaslok, annyira ragaszkodtok ehhez a szöveghez, mert lehet, hogy az orvosi kamara ilyet adott ki, mint a könyvevése törvény. Mózes Még az is a helyt, hogy törvényel. Egy szerződésnél olyan, hogy mit van írva ez a lakcím, hát csak ott lesz a helyettesítés. Életveszélynek tartom, mert a szerződés annál jobb minden szerződés, hogyha minél konkrétan. Itt Anikónak mondtam, itt van dr. Pap Katalin. 4400 Virágyház a Sósti út 1-3. Tessék mondani, ez dr. Pap Katalinnak a lakóhelye? Ez dr. Pap Katalin egyéni vállalkozónak a székhelye? A székhely egybeesik az orvosi rendelőben? Esetleg, mert nem feltétlenül kell, az valaki egyéni vállalkozó egybeesen az orvosi rendelőben. Én csak annyit javasoltam, hogy tegyük bele, hogy hol történik a helyettesítés. Ha Nyíltelken, akkor Nyíltelken. Ha ezen a címen, akkor ezen a címen. Hát ti azt mondjátok, hogy nyilvánvaló, hogy ezen a címen. Hát akkor ne spóroljunk a tintával meg a papírral, akkor írjunk bele, hogy a helyettesítés itt történik. Hiszen nekünk is érdekünk, hogy minél egyértelműbb szerződést kössünk. Egyébként a térítésmentesen ad használatban, nem értek vele egyet most a jogász bújik ki belőlem, hiszen utalás van a PTK használatra vonatkozó szabályaira, a használatnál nincsen előírva a használati díj, nincsen előírva a bérleti díj. Nyilván a térítésmentes nekem azért nem nagyon tetszik, mert neki vannak kötelezettségei az épülettel kapcsolatban, és nehogy majd éppen valami elvetemült, mondhatnám, az nem képviselő, hanem valami személyes ellátással kötelezett orvos esetben, nyilván nem erről a jövőben. Ezért azt kezdje majd elfiltratni, hogy hát ez a szerződés nem egyértelmű, egyrészt az van benne, hogy térítésmentesen adták nekem használatba. Én ezt úgy értelmezem, hogy semmit nem kell nekem ezzel a rendelővel kezdeni. Másrészt viszont kérnek tőlem ilyen meg olyan munkálatok elvégzését saját költségem. Ez technikai jogból javasoltam, hogy kerüljön ki. Benne van egyébként, hogy neki milyen feladatokat kell ellátni. Ezt úgy van fogalmazva, ami nem az önkormányzat feladata az épületre kapcsolatban, az ő feladata. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben szinkronban van ez a jogszabály. Az a leggyilkosabb dolog, hogyha egy szerződés nem konkrét. Tehát találgatni, mi sem tudjuk most itt az asztalnál, hogy a hetes pontban lévő cím az a székhely, a lakóhely vagy a helyettesítés helye, akkor az égen majd vagy, hogyha itt bólintunk rá. Én azt mondom, és most itt senkinek a érdekét nem akarom bántani. Hát ez kinek az érdekét sértő beleteszünk? Nem nekünk kéne tudni azt, hogy hol fog történni a helyettesítés? Először azért, mert megfogalmazom a véleményemet, én nem gondolom, hogy nem Nyíltelek lakosságos képviselő. Nem gondolom. Azért, mert olyat mondok, hogy ez orvosi kamarai ellátás. Tehát én gondolom, hogy legalább annyira képviselem ennek a város lakóinak az érdekeit, mint bárki, aki e körül az asztal körülül, vagy a bizottságunknak a tagja. Ez az egyik. A másik, amit én javasoltam, lehet, hogy ez a térítésmentes szó valóban nekem máson cseng, mint egy jogásznak. Jó. Ezt elismerem, bár szerintem ez elég gyakran használt fogalom, de lehet esetleg ezt pontosítani. A helyettesítésre visszatérve, ha leírjuk most dr. Pap Katalint és holnap dr. Pap Katalin elköltözik, akkor mit fogunk csinálni? Új szerződést fogunk írni? Persze az a jó, ha egy szerződés pontos. Ha egy szerződés rögzíti azt, hogy a helyettesítés itt zajlik, vagy ott zajlik, csak annyit, hogy a
országos egészségár biztosítási pénztárral kötött szerződésben foglalt helyettesítő orvosok helyettesítő kizáróan, és akkor, ha a pap Katalin elköltözik a doktorinek, meg kell egy új embert kevezni. Tehát leírhatjuk itt is, de szerintem ez túlszabályozás, ez nem nyilvánvaló érdeke, ez túlszabályozás szerint, véleményem szerint. Ezt a MER igen keményen szabályozza, de le lehet írni. Mindenkinek az az érdeke, hogy nyíltelke, normális fogadósi ellátás. Nincsen a doktornő, folyamatosan magas színvonalon, szerintem ez a szerződés, ez megfelel annak. Egyéb észrevétel? Farkas. Nincs? Akkor én azt gondolom, hogy az előterjesztésben annyit javítva, hogy mint személyes közreműködésre kötelezett orvos, illetve egy technikai rész a térítésmentes, akkor vegyük ki, viszont a másik két ponthoz nem nyúlva, én azt gondolom, én így szavaztatnám meg ezt a testülettel. Aki az általam elmondottakat támogatja, ezt kérem kézfeltartással jelezzen. A térítésmentesen helyett az lenne, hogy bérleti díjmentesen. Nem javaslom, hiszen a bérletnek a használatát két különböző jobb viszont. Miért kéne egy használás olyan bérleti díj, a fizetőben nem bérleti szerződés? Csak azért, ezt én suttam polgármesterünknek, csak azért, hogy az orvos legyen biztos benne, hogy nem fognak holnap, vagy két hét múlva bérleti díjat kiszabni erre a rendelőre. Egyébként, hogyha már magamhoz ragadtam a szóval nem szoktam testületi éléseken így véleményt mondani, nagyon megértem ügyvéd úrnak a hozzászólásait. Természetesen az ügyvédi tudásából és a tapasztalatából ered mindaz, amit elmondott, de ennek van egy másik oldala, amit én járási hivatalvezetőként is már többször végigéltem, amikor praxis jogokról volt szó, és ugye az egyik szakigazgatási szervünk a járási népegészségügyi szakigazgatási szerv hozott ilyen esetekben döntést. A praxis jog az valóban egy olyan erős jog, hogy bármi történik, hogyha visszavonják a jogosultságát, vagy meghal, vagy olyan betegsége keletkezik a személyes közreműködő orvosnak, hogy nem tudja ellátni a praxis, akkor azt minden körülmények között biztosítja neki, nem a kamara, hanem jogszabály, törvény biztosítja neki, hogy 6 hónapja van, amíg a praxis jogát eladja. És hiába teszik most önök bele ebbe a feladatellátási szerződésbe, hogy akkor, hogyha ilyen történik, hogy elveszíti a feladatellátási jogosultságát, adja vissza ezt a bizonyos használatba kapott rendelőt, a népegészségügyi szakigazgatási szerv sem, és a TB sem fog erre szerződést kötni senkivel. Tehát hiába jönne a 6 hónap alatt, de bárki fogorvos, nem gyakorolhat itt praxis. Addig, amíg el nem telt ez a 6 hónap, és a 6 hónap alatt vagy eladta a praxis jogát, vagy hogyha túlmennek a 6 hónapon, akkor jöhet a helyére valaki. A személyes közreműködést bele lehet írni, de hiába változik meg ennek a gazdasági társaság képviselőjének a neve, szintén ugyanaz van. A társadalombiztosításnak nem partner már az a személy, aki átvette a gazdasági társaság képviseletét.
nincs szerződése vele, új szerződést kell kötni. És ugyanaz a helyzet van, mint hogyha a praxis jogra kellene várni. Köszönöm szépen. Akkor viszont abban irányba végte el, hogy az eredeti előterjesztés lesz, az milyen? Kérdezek szokás. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy akkor Ön szerint a praxisoknak része az orvosi rendelő, idézőjelbe térítésmentes használati jog, ami szerintem nem. Nem tudom. Ön biztos nagyobb jártassággal rendelkezik ebben. Én azt gondolom, hogy nem része a praxisoknak a rendelő térítésmentes, ami idézőjelbe a térítésmentes. A rendelő használati jog. Nem tudom, hogy hogy. És én nem azt mondtam, úgyhogy én nem azt mondtam, hogy a rendelővel rögtön betelepül valaki, hanem a rendelőn megszűnik a használati joga. Nem azt jelenti, hogy a praxis hatvonaton belül értékesítése úgymond az elérhetetlenül. Nem. Persze. Csak a rendelőről beszéltem. Én legalábbis nem tudok olyan jogszabályt, hogy a praxisnak része lenne a mi tulajdonban lévő rendelő térítésmentes használati jogai szerint. Hallottam olyan praxisokról, ahol bérelnek. És tényleg nem akarok én ebből vitát, csak a félreértés elkerülési véget én nem a praxisnak a megszűnésére gondoltam, amikor rendelő használat a szerződés rész megszűnéséről beszéltem. Köszönöm. Nem akarok vitatkozni. Én csak minden kérdés átérjük. Képviselő, akkor a módosító indítványit fenntartják. Tehát, hogy a személyes közreműködés szerint a térítésmentes használatot. Én fenntartom a térítésmentes, a hetes pontban frisztázni a feladatellátási helyettesítési helyet. Ha egyébként egy jogszabály elejénél van, minden fogva így van, nem tudok erre mit mondani, akkor viszont át kell vezetni automatikusan, de vagy tudjuk már, hogy hol történik meg a helyettesítés. Igen, mert ez a motiváció ezért. El is fenntartom a B pont esetén azt a módosító indítványomat is, hogy szűnjön meg a használat ebben az esetben, így a jövőbeli bizonytalan kártétel bekövetkezése. Ilyen. A használat. A térítésmentes, nagyon idézőjel a térítésmentes. Nem szerű használat. Egy mondatra kérek szót, tehát nem is az anyaghoz fogok szólni teljesen konkrétan, hanem maga az eljárási rendhoz. Tehát most abban a helyzetben jutottunk, hogy én speciál nem tudom, hogy a törvényben benne van 6 hónap, vagy miben van benne, és erről fogunk szavazni. Tehát mi az elvárás tőlem, hogy törvényellenesen szavazzak, vagy a törvényt szavazzam meg. Tehát én azt javasolnám az elkövetkező időszakban, egyrészt, hogyha kötünk ilyen szerződést, fogorvosnál már, hogy ez azért kiderült, hogy mindig vannak valami komplikációk, vagy ezekkel a szerződésekkel, akkor praktikus lenne, ha meghívnánk az orvost. Ő most el tudná nekünk pontosan mondani, hogy ezek a ő kollégái, alárendelnek, mi meg itt találhatunk, hogy mi történik. Szerintetek most mire szavazunk? Ebben az esetben, hogy törvényben, vagy törvényes, vagy nem törvényes. Hát nincs jó előkészítés az anyag. Tehát én nyilván azt javaslom, doktor úrnak van egy regiment tapasztalat ebben az ügyben, az előre elmondja ezeket a véleményét, akkor még nem kerülünk ilyen helyzetbe, hogy most nem tudjuk, hogy törvényes fog megszavazni, vagy nem törvényes. Tehát most nyilván nem azokra, ami tétésmentes volt, de hogy a hatóknak az kötelező, nem kötelező. Ezek törvényes dolgok előadottak, hogy jegyző úr készítette elő, és ő utána nézett a törvényességnek, tehát ez elő volt készítve. Ha jól tudom, az van benne, hogy a felmondási idő nem lehet hatalmat már jutott. Legyező úr, nem vagy szugáljunk? Csak én nem felmondásra is ott, hanem nem akarok én ebből ilyen meg.
De mondom, hogy ezért hozzá a szabályhoz. Megvárjuk, megnézzük, hogy hozzá a szabályt, és akkor hozzá tudjuk tenni. De én azt gondolom, hogy a helyettesítő főorvosoknál ez nekem világos, hogy ők ott fognak helyettesíteni, illetve a 9-es pontnál az egy jogszabályból kivett rész, tehát az is fontos, hogy belekerüljön. Az INTS-nek erre mindenképpen szüksége van, hogy ezt a feladatellátási szerződést el tudja fogadni. Azt, hogy most ott személyes ellátásra kötelezett orvos, vagy személyes közreműködésre kötelezett orvos, ezen finomíthatunk, de nekem bevallom őszintén mind a kettő ugyanazt jelenti, hogy ő ebben személyesen fog dolgozni ebben a KFT-ben, és ő fogja személyesen ellátni ezt a feladatot. Itt a térítésmentesre hallottunk pró és kontrát, hát én erről azt gondolom, hogy ez a térítésmentesség igazából az önkormányzatra vonatkozik, itt, hogy doktor úr mondta, hogy mi nem fogunk tőle semmit kérni. Nyilván ennek van a felújítási járulékos költségi rezsi, bármi, azt fizetik kérsze. Én ezt gondolom erről, tehát nekem ez talán kicsit egyértelműnek tűnt ettől. Úgy, hogy ez, amikor megkötöttük vele, mint magánszeméllyel, akkor ez már ugyanezekkel a feltételekkel átlenni a képviselőtestületen. Helyettesítéssel kapcsolatban nekem szimpatikus, amit Attila mondott, hogy írjuk bele, hogy a mindenkori engedélybe szereplő, vagy nem tudom, hogy fogalmaztat, hogy hogyan ez lesz szabályozva. A TSZ engedélybe szerepel, a szerződésben szerepel. És a szerződés megkötésekor ez a három, ezen a címet. Tehát ilyen akkor most, hogyha holnap majd megváltoztatja, akkor ne kelljen visszalegni. Csak egy mondatot, hogy olvassátok már el alaposan itt ezt a 7-es pontot, hogy távolléte idejére gondoskodik, helyettesítés fizetéséről gondoskodik. Tehát mi úgy gondolkodunk, és úgy kell egy orvosnak gondolkodnia, hogy annyira le van ez szabályozva, és biztos, hogy gondoskodik róla. Ez a három ember azért van ideírva, mert ez szerepel az engedélyébe. Olyan szigorúak a szabályok, hogyha én elmegyek két napnál többre, nem én dolgozom, ne kell az országos egészségbiztosítási pénztárnak jelenteni. Hova mentem? Ki helyettesít? Nem is helyettesíthet, akárki, csak aki az engedélyemben van. Tehát én ebben biztos vagyok benne, hogy elhiszem, hogy egy szerződésben kevés ez. De ő a szerződéséből ezt azért írta, mert ezek az emberek ezekben a rendelőjükben helyettesítenek, és gondoskodik róla, és 100%-osan biztosan lehetünk benne, hogy ő erről valóban egy orvos gondosságával gondoskodik. Én nem is feltételezem, hogy ez nem így van, illetve hogy ebből bármi jogi dolog lehet. Hiszen annyira le van szabályozva, hogyha megszegné ezt a szabályt, nem mi, hanem az OEB lépne fel, és az INTS. Tehát ez túlbiztosítás lenne, hogy most ezt itt részleteznénk, hogy akkor mikor, hogy mi. Én szeretném javasolni, hogy rágyuk rá ezt a napi rendet, és hatalmazunk fel a polgármestert, hogy ezeket a pontosításokat végezze el, megbízunk, én azt hiszem, megnyitom, hogy ez a pontosítás meg lesz, és az érteklődésre való tekintettel, vagy érteklődésre való tekintettel. Követően képviselőtestületének pedig kerüljön ez vissza, tehát
valami tájékoztatás. De nem szerint is aláírás. Tájékoztatásként, tehát hogy tájékoztatás. Most elfogadjuk. Persze, persze, csak hogy volna nem, de ha valakit nagyon érdekel, hogy foglalkozik. Végre, amikor felteltem a kérdést, ez a napirendi gondolkodásban, hogy aki a napirenden foglalkozik, támogatja, az kézbeállításra szerezzen. Módosításokat. És akkor nézzük külön a módosításokat? Akkor nézzük. Tehát első módosítás, akkor személyes közreműködésre kötelezett orvos, aki ezt a módosítást támogatja a szövegben, akkor kézbeltartásra jelzze. Itt szavazunk magának. A módosítás. Igen. Jó, mert ugye ide benne van személyes ellátásra kötelezett orvos. Aki azt mondta, azt kerüljön bele, hogy XY személyesen közreműködik. Attila mondta, hogy hát oda van írva, hogy személyes, és a kötelezett orvosan, ott benne van, ezt nem kell megszavazni. Tehát ott van benne a szöveg, van, nem módosítom, hogy itt van, nem kocs. Én azt javasoltam, hogy Nádasdiné dr. Békési Diana, mint a társaság tagja, személyesen közben működik a szolgáltatás. Ez egy külön pontba gondolt a képviselő. Kerüljük bele egy külön pontban ez a nem értem, hogy mi a probléma. Attila azt mondta, hogy ez azt jelenti. Ezért vagyok kicsit tanácstalan. Attila azt mondta, hogy ez azt jelenti. Hát akkor, hogyha azt jelenti, akkor írjuk messze. Hát most ennyi volt, amíg vitatkozunk itt. Egy jó néhány percet. Jó. Én azt gondolom, hogy akkor a képviselő úr azt mondja, hogy egy külön pontba kerüljön bele egy A, most mondtam egy számot. Pontba kerüljön bele, amit az előző képviselő elmondta, Nádasdy Dinána ilyen Kft. Ügyvezetője személyes közreműködés a kötelezett a feladat ellátása során erről. Tehát ez a mondat kerüljön-e bele? Ez egy kérdés, ugye? Attila azt mondta, hogy ez azt kerüljön. Azután a mondat után kerüljön be ez a mondat, azután a mondat után dr. Békési Diana, mint személyes ellátásra kötelezett orvos. Mindegy, hogy hová kell. Ezután a mondat után írjuk le még azt, nem, hogy egyébként Békési Diana meg személyesen működjön közre. De képviselő ezt fenntartja, meg kell kérdezni, hogy ezt bekerüljön ez a mondat. Ne odaírjuk már Attila. Mindegy, hogy írjuk, belekerüljön. Preambulum része, hogy kik a felek. Érted? Ne odaírjuk már kik a felek. Jó, mindenben akkor ez. A legyes pont, utolsó mondata ez legyen. Jó, akkor én ezt a javaslatot, amit most Vaskó képviselőtársam pontosított a pontosítások után. Na, most teszem akkor fel a kérdést. Aki ezt támogatja, kézbeállításra jelezze. Ellenvetés, tartózkodás nem volt, akkor ezt a módosítást elfogadtuk. Ez egy következő módosítás. Maradjon-e benne a térítésmentes, illetve kerüljön-e ki ez a fogalom belőle? Én azt gondolom, hogy akkor ezt is szavazzuk meg. Ki az, aki azt gondolja, hogy a térítésmentesnek, mint fogalomnak a hármas pontban benne kell maradni? Aki ezt gondolja, az kézben tartása. Nem jól, hogy akkor aki azt gondolja, hogy ez kikerüljön belőle, kézben tartással jelezze. Aki azt gondolja, hogy maradjon benne, aki nem elszavaz igazából, így van. És ki az, aki tartózkodott? És én azt gondolom, hogy a 7-es pont az pedig rám lett bízva, hogy ezeket akkor pontosítsam, és a 9-es pont pedig az változatlan maradt, mert a törvény ezt érjelődik. Ha fenntartja képviselőben a módosítóimtel, meg kell azt is szavaztatni mind a kettőt, ha ő foglalhatja. Én csak azt mondhatom, hogy még egyszer egyértelműség kedvéért. Én nem azt javasoltam, hogy a szerződés úgymond szűnjön meg, hanem az, hogy a rendelő használati joga szűnjön meg. 6 hónapig ne álljon ott a rendelő becsukva, ugye így fogalmazta.
Ez a 9-es díjpontra van. Igen. A 7-es pont tekintetében képviselő úr a módosító indítványát fenntartja? Hogy rögzítésre kerüljön benne az, hogy a három helyettesítés hol történik, a helyettesítés helye hol történik? Ha ez jogszabály előre fogja itt van, akkor ezt mindig csak át kell vezetni. És akkor ezzel bízunk meg a polgármesteret, hogy ezt tisztázza. Ugye, mert ez volt a kérdés, igen, hogy a szerződés ne kerüljön újra a testület elé ezzel, hanem hogy amennyiben elfogadja, hogy kerüljön bele a helyettesítés helye, fontos helye, tehát az a rendelő, ahol elvégzi, akkor azt a szerződést úgy írassa alá a polgármester úr, hogy abban már nevesítve van, hogy valóban a Sóstút 3 rendelőjében látja el. A Szent István út 14 rendelőjében látja, és az Akácfa út 1 per A rendelőjében látja el. Jól értem, vagy jól gondolom ezt, képviselő úr? Így gondolta képviselő úr. Igen. Ha ez kötelező jellegű, akkor egy deklaratív rendelkezés lesz, tájékoztató jellegű. Szavazunk a 7-esre. A képviselőtársam módosító indítványt, aki támogatja, az készfenntartással szerezte. Így is azzal a kiegészítés, amit a polgármester mondott. Ellenvetés, nem volt tartózkodás, nem volt rendben. Akkor még van a 9-es pont. Ott szerintem, ha jól gondolom, a képviselő segítsen, hogy jól gondolom el, a 9-es pont B pontja helyébe egy 9 per A pont kerül, amely úgy szólna, hogy az önkormányzat, tehát az egészségügyi szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzése való jogosultságát bármely jogból elveszti, az iskola út 9 szám alatti ingatlanra vonatkozó használati joga megszűnik. Nyilván ez a pont marad itt, a B pont, hanem ez ezzel kiegészül. Tehát lesz egy 9 A pontja, ami igen, azt mondja, hogy amennyiben az egészségügyi szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésé való jogosultságát bármelyikból elveszti, igen, a nyíltelek iskola 9 szám alatti ingatlan használati joga megszűnik. Így van. Akkor a használati joga megszűnik. Jó így? Így ez lenne. Ez jó, igen, ezt mondjuk. Na, akkor ezt kell szavaztatni, hogy ez így. Jó, akkor így a különben elfogadja a testület. Pont, legyünk a pódusítani indítványát. Mi a törvényi válasz, hogy ez törvényes, vagy nem? Tehát a törvényben ez a része nincs leszabályozva. Így. Ez ugyanis nem a szerződést szünteti meg, hanem a használati jog. Az ingatlan használati jogát szűnik meg. Tehát nem a feladatállítási szerződés, mondja képviselő, hogy nem a feladatállítási szerződés szűnik meg, nem azt szüntetem meg, hanem csak az a használati jog, az ingyenes, vagy tértésmentes használati jog szűnik meg. Én nem tudom, hogy kell-e vele, nem kell-e, de ezt a módosítást ezt tartalmazza, vagy ezt akarja. Ezt ugye egyeztetek. Ne legyen az hatalom, hogy igazán, hogy fogalmaztam a rendelőt. Rendben. Akkor újra felteszem a kérdést, hogy a Vaskó László képviselő úr 9-es ponthoz tartozó módosítását, aki támogatja, készfenntartással jelezzen. Ellenvetés. Tartózkodás. Felteszem a kérdést, hogy a befogadott módosításokkal az előterjesztést a képviselő és az előterjesztésben foglaltakat a képviselőtestület támogatja, és aki támogatja, az készfenntartással jelezze. Ellenvetés, tartózkodás. És akkor átérünk a 6. napirendi pontra. A Nyíltelepi Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetői álláshelyével kapcsolatos ez a pont. A Szitendi Bizottság megtárgyalta.
Üdvözlődő bizottságnak tárgyalatlan és a képviselőket születnek átfogadása jelensége. Rendben. Ezzel kapcsolatban észrevételek. Én annyit szeretnék tenni, hogy a képviselőknek egyszer mint egy ilyen segítségként írtuk oda ezt a pályázati felhívást. Ez egyeztetve van, ez feltétlenül ugyanilyen szöveggel fog kikerülni. Annyi változtatásra, hogy ez december 19-én, ha jól emlékszem a napra, nyitott ülésen már akkor szerepel. Itt ami változni fog ebben, a 8-as pont, amely ugye a határidőket szabja meg. Én azt gondolom, hogy ebben a nyitott új határidőket fog szabni, de tartalmában ez változni nem fog. Még annyit itt a bizottság ülésen Anikó már utalt rá, hogy nekem ezzel kapcsolatban lenne egy igazából egy gondolatmenetem, és ezt úgy mondhatom el, hogy itt van a Szociális Szolgáltató Központnak a megbízott vezetője, és vele is egyeztettük ezt. Ez azért lenne fontos az intézmény szempontjából, hogy legyen egy vezető, hogy egy 5 éves intervallumban lássa azt, hogy milyen tervet tud készíteni annak érdekében, hogy ez egy kiszámítható, legalább ilyen jól működő intézmény maradhasson, illetve abból a szempontból lenne még fontos, hogy el fog indulni egy pályázat, és ez azért nagyon nagy munkát fog róni az intézmény vezetőre, illetve a szakmai vezetőre is. És a szakmai vezető az Vajder Katalin, hogyha esetleg valamilyen kiegészítésed, hozzáfűzésed van, vagy valamit rosszul mondtam, nem értesz, hogy legyetek, hogy nyugodt szívvel mondom. Köszönöm szépen. Mindent jól mondott, polgármester úr. Legfeljebb annyit szeretnék mondani, hogy valóban ez a pályázat, ez egy nagy volumenű pályázat. Ennek az intézménynek az életében egy nagyon nagy lépés, és ennek a szakmai vezetője is leszek ennek a pályázatnak, úgyhogy én részemről nagyon is örülnék, hogyha egy vezető átvenni és tényleg 5 évben gondolkodva tenni a dolgát, én pedig mint szakmai vezető, hiszen az voltam a megbízás előtt is, és leszek is, gondolom, a pályázat elnyerése után is, és hogy szeretném arra teljesen arra koncentrálni minden erőmet. Úgyhogy én mit szerettem volna. Köszönöm. Úgyhogy nem akarok testvérségemmel játszani, de én azt gondolom, hogy nekünk nem sok közünk van ehhez a kiíráshoz, mert nem mindig bírjuk ezt ki. Ez csak ilyen jóindulatú felvetés. Van itt a pályázaton tartalmazni kell 1-2-3, 4. francia vezetés. Én ennek a pályázó félreérthető lenne, hogy a kérdés üldöző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 
dokumentum másolat. Kettem én ezt, hogyha megkérte, ugye azt akarja mondani, ha megkérte, és még nem érkezett meg, akkor legalább csatolja be ezt az iratot, ami igazolja, hogy megkérte, de ennek folytatásnak kellett volna következni, hogy és ha ezt csatolta le, akkor be kell csatolni, hogy megérkezett az elkölcsi hatósági bizonyítvány is. Igen, mert neki, én úgy tudom, hogy a KJT szerint igazolnia kell az, hogy megfelel a feltételeknek. Ezt a nyitott fogja kiírni, és gondolom, hogy a nyitottnak a jogásza is ugyanígy ezt végig fogja bogarászni. Tapasztalat, megint csak csinálok a tapasztalat, ugye meg van határozva, hogy mire kell, hogy nyilatkozzanak ebben a hatósági bizonyítványban, lehet itt elni ott három. Jól emlékszem? Igen. Igen. Ebből én ezt nem látom, hogy még kell kéne neki végzelni. Ez már megint csak egy jó indulatú észrevétel. Nem akarok mondani, hogy nem készítettük elő, azért tudom. Tehát lehet, hogy tehetett volna ez pontosabban is, hogy foglalkoztatás, hogy foglalkozástól nincs eltiltva, büntető eljárás hatálya, akkor azt mondom, hogy büntetés hatálya alatt nem áll-e. Ez jó, hogy ezt a nyitottnak akkor fogom érezni igazából nekünk. Jámbor észrevétel. Az a feladatunk, hogy véleményezzük azt, hogy mi is szeretnénk azt, hogy ez a pályázat kiírásra kerüljön. Kiírásra. Más valakinek hozzá tudom. Annyi, hogy még nem valami, tehát
19-én ez bekerült a nyitott ülés elé, és miután ugye a véleményünk nem volt ágyában a kérdésbe, ezért került most a bevételre, került napirendre, és olyan döntés született, hogy a következő ülés tudott januári. Amikor szépen ülés, akkor kerül vissza. Nyilván a dátumok ilyen szempontból nyilván módosítások. Jó, én azt gondolom, hogy a mi részünk az, hogy véleményezzük ezt, és hogy a nyitott írja ezt a pályázatot ki. Szerintem ebben mindannyian egyetértünk. Ez az intézménynek is jó lenne, azt gondolom, ha az intézménynek jó, akkor közvetett módon nyíltanak városának is, plusz a szakmai vezetőknek, ebben azt hiszem megegyezünk. Aki a hatos napi rendben foglaltakat támogatja, az kézfeltartással jelezze. Ellenvetés, tartózkodás, nem volt nekem dolga. Jó, 7-es napi rendi pont, egyebek. Megkaptuk itt ezt a Pista írt, ezt a felállásos dolgot, Pista is számít, hogy ezt a felállásos dolgot. Én annyival kapcsolódnék hozzá, hogy nem csak a fát lopják, hanem minden fasor tele van szeméttel. Elképesztő, mi dolog, miféle építési, bontási törmelék, meg műanyag. Én azt gondoltam, hogy az hogy kerül oda, amikor például a műanyagok hogy kerülnek oda, amikor szeretik hulladékgyűjtés van. Tehát aki mondjuk nem, van olyan, aki nem fizeti, én most itt kérdezem, ilyen költségvetéseket veszek fel, hát ugye valaki ezért a válasz, hogy aki például, van olyan, aki nem fizet a szemétszállításért, és aki nem fizet, annak nem csak a kommunális szemetek nem viszik el, hanem a ház elése rakhatja ki a műanyagot. Mondjuk ezt nem értem, mert ugye vannak gyűjtőkonténerek. De esetleg tudnánk tenni valamit, hogy a bontási, építési törmeléket, aki nem rendel egy nagy konténert, mert nincs annyi, 24 ezer forint talán egy olyan nagy konténer, amit kell fizetni az elszállításáért, kevesebb van, akkor valami központi helyre hordja, hogy nem mindenütt tele legyen a fasor. Tehát az a kérdésem, hogy tudnánk-e tenni valamit annak érdekében, hogy azokon a területeken, ahol szervezett a szemétszállítás, ne az erdősávokban landoljon a szemét. Tehát valami, tehát akár lakossági tájékoztatást, akár valami központi gyűjtőhely. Én csak ilyen hangosan gondolkodom, én a megoldást keresném, hogy van-e a képviselőtestületnek valami ötlete. Hát erre, hagyj vigyelek meg Gábor, mert erről mi már korábban, hogy nem is úgy meg kell, hogy vigyelek. Szóval mi ezt ugye így láttuk Gáborral, és erről beszélünk is, és ő kapott egy ilyen feladatot, hogy nézze végig ezeket a fasorokat, derítse fel azokat az illegális szemétlerakó helyeket, és volt is ilyen, akit nyomottunk be, illetve nem az, hogy tetten értünk, de tudtuk, hogy védelmezhetően ő volt, el is ismerte, annak a fasornak a tisztítása meg is történt, de ez így meg folyamatosan teszünk lépéseket, és majdnem minden héten egyeztetünk, de... Igen, ez meg is történt, de a doktornőnek a felvetésére mondanám azt, hogy nem feltétlenül lehet ezt nyírtelek lakossaira irányítani, hogy ők dobálják itt a szemetet. Hát én nem tudom, ez egy ilyen rossz emberi tulajdonság, hogy beteszem a kis csomagot, betesz az autójába, fogja, kivonítja a pokoli célére. Annak is megvett a gazdája, egy nyíregyházi illetőségű volt, és elkezdődött ellene egy fajta felelősségre vonás, de nagyon sok ilyen van. Ugyanúgy megtalálható a fasorokban, nem idevaló illetőségük. Persze vannak a hételkék is, és nagyon nehéz elkapni őket, tehát annyira, tehát ők elejükben vannak egy megfigyelővel, mint aki akkor teszi ki, amikor. Hát a polgárőrség, mondhatom, hogy ez a lovas polgárőrség egy jó párat, ugye már ők likvidáltak egy pár szemét, ugye ebből
kifolyja valami. Az új dolog megépült, már egy szóba került, ott van a közútnak van egy területe, egy ilyen szív alakú területe, abban a nádas részben. Hát oda most egy palkocsi szemetet leborítottak, de ilyen háztartási pelenkától kezdve minden benne. Úgyhogy hát ezekkel kapcsolatban szerintem azt kellene csinálni, hogy ugye van egy tulajdonos, egy fő tulajdonos, hogy ezeket felszólítanánk. Talán, és akkor rakja rendbe ott azt a területet. Ha ilyen javaslatom van, amiket mondanék, hogy majd leszemültem, hogy valószínűleg a felhívításomat, hogy a dolgok elmenjük. Ugye a hivatkozásokat esetleg lehetne tájékoztatni. Ekkor lesz a személyhívítás sem adja. Vagy ez nyilván kell. De valami például is okosítást, hogy figyeljetek embereket, ne szemeteljetek, hogy valamilyen felhívást, hogy üzen, vagy bárhova. Tehát mégis kellene valahogy egy kicsit nevelni, nem? Tudatformálás. Tudatformálás. Köszönöm szépen. Kigorúkba szeretnék. Kicsit elecsöppentem is azért egy pár mondatot ad, mint a kerül a Pista István által készített anyagról. Ez a mostani gyékebbuságban fog megjelenni. Elvi tenger is körbe és a fényképek egy részét csináltuk. Valóban fölháborító, hogy szerintem sajnos nem csak erdőkben, hanem fasztoknál is, hogy egész komoly fakivágásokat lehet tapasztalni. Természetesen ő ugye egy kicsit másképp látja a tulajdonosként, meg károsultként ezt a dolgot, de valóban nekünk is, és minden vételkő lakosnak valahogy egy kicsit jobban oda kellene erre figyelni, mert azért biztos látja ezt néha valakiben, pont volt olyan hely, ahol kiskocsi nyomok vannak a hóba, meg kerékpár nyomok vannak a hóba, tehát látja ezt valaki, csak hát mindenki egy kicsit úgy gondol, hogy nem az enyémet vissza, akkor feletörődik vele, de azért tényleg valamilyen szinten ebben lépni kellene, mert szerintem az önkormányzati tulajdonok fasarokat is ugyanígy megdizsmálják, nem csak a magántulajdonokat. Tehát vagy nagyobb figyelmet, nagyobb odaadást reméljük, hogy ez is egyfajta figyelemfelhívó ez a cikk is. A másik dolog, hogy nem tudom milyen kapcsolatban a közúttal, ugye most komoly fakivágásokat végeztek a tovább mentén. Hogy mi lesz ennek a sorsa ezeknek a gajaknak, ágaknak, én még azt is el tudom képzelni, hogyha beszélünk velük, vagy a Kft-nk, ha nekünk adja, most én lehet, hogy hülyeséget beszélek, de nekünk adnák, akkor ezt föl tudjuk használni, ami kapritónkkal meg egyedek. De itt nagyon nagy a képet fest, és azt hittem, hogy ezt ugye elég gyorsan meg tudják oldani, de ez már lassan egy hónapja ott van, és hogy meg kellene kérdezni tőlük valami formában, hogy milyen szándékuk van ezekkel a kajakkal, mert látított, hogy belekapnak, de most ugye jogosan közút engedélyével, meg hogy viszik el, vagy csak úgy valaki állnál is elviszik. Tehát nagyon kérek már polgármester is segítséget, hogy valahogy tegyük már fel a kapcsolatot, és kérdezzük meg, és ha mi tudunk belőle hasznosítani, amit ott hasznosítsanak valami. Válaszoltam? Ja, igen, parancsolják. Természetesen felvettük velük már a kapcsolatot. Nem ők azok, akik a felvételmelést levezényelték, hanem egy, nem tudom pontosan, nem is, egy vállalkozó, egy Kft. Azt hiszem, tulajdonosa, ők kapták meg, igen, a virágosig ennek a területnek a tisztítását, és meg is kerestük őket, hogy mi a szándékuk, mi a tervük ezzel, mikor fogják ezt kitisztítani. Ők azt választották, hogyha azokat a fákat, amikre nekik szükség van, elviszik, a többi ott marad, akkor azt mi hasznosíthatjuk. Lehet összeszedni, és utána ezeket hasznosíthatjuk mi is. Ebben szerintem már a Kft. Meg is kezdte a munkát, és ahol tudja, igyekszik kitisztítani. A rossz hír az, hogy az a vállalkozó a közúttól március 28-at, március 30-áig kapott, mert ez elég a terület, kapott egy határidőt, hogy ezt addig kell neki kitisztítani.
Úgyhogy akkor ez a probléma mindenképpen meg fog oldódni. Ebben mi is részt fogunk venni, nyilván a vállalkozó. Így van, a mi területünkön, már a KFT elkezdte ezeket a tisztítási munkákat, és azt szeretnénk hasznosítani, hogy ahogy mondtad. Köszönöm szépen, polgármester úr. Már többen említették itt a Mirteleki újságot, ugye a ciklusban még nem, ha jól emlékezetem, nem soha nem beszéltünk a Mirteleki újságról. Annyiban történt ugye egy változás, hogy ennek a lapnak én voltam a főszerkesztő helyettese, és ugye a választásokat követően, mivel képviselő lettem, erről lemondtam a főszerkesztő úr felé. És ugye vannak szerkesztőségi ülések, és azt szeretném kérdezni a főszerkesztő úrtól, hogy meghívót a testületi tagok kaphatnának erre a szerkesztőségi ülésre, és akkor eltöntik, hogy részt kívánnak-e venni, vagy sem, ugye természetesen a polgármester úr is a jegyzőn kívül. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy a képviselők ugyanúgy írhatnak el ballamba rovatokat, ahogyan a mellettem ülő, például, hogy a jogi rovat van, egészségügyi rovat, én a kulturális résszel foglalkozom. Tegnap a rendezvényen nagyon jól esett polgármester úr szava, amikor a megnyitó beszédében azt mondta, hogy ezek a rendezvények nagyon fontosak, és ezekből szeretne minél többet látni. Én is így érzékelem ezt, és szerintem ezt a médiában is ezekről a rendezvényekről be kell számolni, tehát csak a magam nevében tudok beszélni, hogy ezt a kulturális rovatot szeretném a későbbiekben is folytatni. Tehát ez a két irányvonalra irányulna a kérdésem, hogy ezt megkérdezhetném. Igen, kaphatnak a képviselők, természetesen fogunk minden e-mail formájában meghívót nekik, akkor a szerkesztőbizottság ülésében, amelyekben a jövőben lesz ilyen. Illetve, hogy az, hogy ki milyen rovatot szerkeszt, persze természetesen írhatnak a képviselők, de eddig ugyan nem volt ez jellemző. De az, hogy ki milyen rovatot szerkeszt, azt általában én szoktam felkérni. Eddig ez volt a gyakorlat, ezen túl nem tudom, hogyha a képviselőtestület ezt magához ragadja ezt a jogkört, akkor természetesen, de képviselőként persze természetesen bárki írhat ebbe. Ezt nyilván megnézzük. Én ezt átolvasom, és eddig ez a jogkör az én hatáskörömben volt. Ha ezt a testület átveszi, akkor ez természetesen. Javaslom megnézni azt a megállapodást a kiadó és a lapalapító között, amikor a lapot alapítottuk. Szépen le van írva, hogy milyen körben írhat a képviselő. Egyelőre, ha emlékeim nem csalnak, annyi van benne, hogy a saját munkájáról, vagy a képviselő testület működésével kapcsolatos véleményét írhatja. De azt mondom, hogy ez a kettő van, hogy nem esik le. Tehát bármiről az alatt szerintem nagyon írogathat, hanem ilyen idézőjelben közvetlenül. Még lehetne egy kérdés? Tárgyaltuk a múltkor a Philadelphia tájékoztatóját. Én akkor is elhetettem, akkor még nincs, hogy jövődő volt, de ezt a részekre fel fogok figyelni a hazakölcsön szerződések termékben. Most azt tudom mondani, hogy mivel ezt az a 35. elkel, ezek hazakölcsön szerződések lejártak. Január második felét tapossuk, egy-kettőre itt lesz a tavasz egyébként. Én kérdezem, hogy van-e valami elképzelés ezeknek a földeknek a hasznosítására. Mert a földet meg kell művelni, hogy a körforgalom törvény szerint is. Így van. Ezen gondolkodunk, néhány irányban már elindultunk, hogy ezeket hogyan lehetne hasznosítani, plusz megvárjuk, hogy esetleg megkeresnek-e minket, vagy ők szeretnék-e tovább művelni, vagy mi a számítjuk benne, de ezt mindenképpen egyeztetni fogjuk. Tehát haszonkölcsön nem lehet, hogy haszonkölcsön szerződő, sem szükségesség. Nem, mert ez az ő bérvallás. Úgyhogy kerülhet hozzájuk, hogyha... Önkormányzat esetében, hogy létezik ez a úgymond szerződés, bérleti szerződés, akkor ki kell tűzni.
Mert most lesz egy új szerződés. Mert különféle szerződés típusok vannak. Van, ahol van elő, azt mondja, hogy van, ahol meg nincs. De szerintem most tényleg ne rabboljuk ebben az időt. De lesz szívesen elmondom neked egyébként. Majd ki volt a folyosok. Két vagyok szeretnék felvetni. Görög Szállási orvosi rendelővel kapcsolatosan tudtuk. Az odajáró ellátottak megkerestek, megkérdeztek, hogy nincs az orvosi rendelőparán kerékpár állvány. Nagyon sokan kerékpárral járnak az orvoshoz, és nem tudják hova támasztani. Hát ugye van kerestés, de az nem az igazi, nem is olyan egészséges. Van ott egy olyan libegőző kerítés, hát leginkább szokták, és az ott már történt állítsa a kerékpárlopás, és hogy nem egy az nagy felhártás kellene. Ott voltam az átadáson is, nagyon szépen elkészült mindenben az orvosi rendelő, de ez tényleg egy kicsit hiányzik, mert nagyon sokan kerékpárral keresik fel ezt a rendelőt. Szerintem nem olyan nagy összegben keresztény tudnánk csinálni egy ilyen kerékpárállványt. Ez volt az egyik, a másik az engem is ilyen hat téma egy kicsit. A Honvéd utcán a nyírfák már túlnőtték egy kicsit magukat. Tehát most már kezd veszélyessé válni. Tehát ugye ezek a kétszintes épületek fölé nőttek, és ott az elektromos világítás lángatestek, akkor van ott telefonvezeték, internetes vezeték, azokat is benőtték a vastag ajat, és itt egy-egy szélvihar már töredezik ezeket. Nagyon szép, nagyon sajnálom, hogy végig ez a nyírfa, és szívem hasonló érte, de ezzel már most kell ezt valamit kezdeni, meg kellene nézni, hogy elég egyelőre csak valami vajadás, ami ugye bennünk alatt a vezetékeket, vagy pedig nem, ott a kivágás mellett kell dönteni, mert minél később halasztjuk, annál nehezebb lesz, mert valószínűleg már ilyen elektronikus kosaras vágás is kellett, mert hát ez már 10 méter megfelelő magasságban van, és akkor mind a két oldalt terítést, mert ahogy mondtam, hogy lámpatestek, mert ilyen vezeték kábel konnektor. Ezt meg kellene majd nézni, hogy hozzá kapcsolatosan, hogy tudjuk, hogy mi lesz, hogy nem válik. Köszönöm szépen. Előttődött itt az apotékkal kapcsolatos kérdés, elég sok apotékkal rendelkezünk. Már szóvá tettem itt több helyen is, hogy nem működik itt az apoték közelésük azon, mert van, hogy ebben lesz-e változás, szerintem elég sok költséget van meg, akkor itt nagyon más lehet az apotékon part, tehát most egy hivatalosan is, a polgármesterünk is kapcsolatosan ezt a kérdést, tehát most javasolnám, hogy pláne ezt a különböző dolgot el tudnám kapitálni, akkor is valakire az ingyenségben, hogy a képesnek, mert érdemesnek. Egy másik dolog, Gabi szóvá tette az újsággal kapcsolatos dolgot. Én szeretném javasolni, hogy kapjunk testületileg is egy tájékoztatást, hogy ez hogyan működik. Én most kétszer is jeleztem polgármesterúrral is, leültünk itt az elmúlt három hónapban volt néhány megszokott rendtől másféle működés, lehet, hogy ez így jól van, nem tudom pontosan, hogy jól van-e, vagy nincs jó. Én azt látom, hogy egy nagyon picit kívülállóként is, hogy elég sok feszültség jelent meg, milyen lehet meg, hogyan lehet meg. Én azt javaslom, hogy egy ilyen szájkoztató a következő testületülésre kerülni egy téma, hogy ez ne folyosan suttogjunk meg egymásnak mondjuk el a dolgokat, hanem itt testületi szinten tárgyaljuk meg ezeket a kérdéseket. Nyilván Gabi is rázottal, hogy kimaradt a cikket, azért kérdezte, hogy mi. Legyen egy szabályozás, összekezdtől tudja, hogy mi a dolga, mert mindenki másnak mutatott, hogy kimondta, hogy legyen, mi legyen, hogy legyen. Itt a jogi, nem tudom, nem láttátok még a mostani cikket, én szóvá tettem szerkesztőségi bizottság ülésen, hogy a magyar közben be van másolva,
doktor úr szépen szokta kommentálni. Nem. Te szoktad mondok kommentálni a cikkeidre, mondom, nem te érted ezt a két oldal a cikket, a felvezetés nélkül kerülnek ide. Én azt javaslom, hogy szakemberre bízunk ezeket a kérdéseket, és emiatt gondolom, hogy itt majd jó lenne a testület erről. Egyrészt vannak új tagok is, hogy kinek, én sem nézik pontosan már, hogy a leírva, hogy akkor a milyen szerződésünk van, hogy ez kerüljön ide. Egy másik, nem egy túl lényeges dolog, ma már beleolvastam a most megjelent újságba, polgármester úr, jó kapcsolatunk, tehát nem kritikaként számom, hanem tanúságként a dolgot. Nem tudom, hogy ki készítette elő neki ezt a Térfigyelő kamerák a című cikket. Egy vagy két dolgot szeretnék ezügyben megjegyezni. Az első mondatában az van, hogy nem ez van pontosan a lényeg, de hogy nem javult a közbiztonság. A második oldalon a rendőrségi beszámolóban le van írva egy csomó adat, hogy mi történt a közbiztonsággal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a kettő az nincs szinkronban, vagy akkor ki kell fejteni, hogy akkor mi történt. Tehát aki elolvassa, az nem fogja tudni, hogy most akkor ki nem mond igazát. Ugyanaz a személyét? Nem, hát ez a... Nem lehet más véleményed? Lehet, csak hogy mondom, hogy ez mire vonatkozik meg a adatok. Nem volt, hogy köbben nem vélemény van, hanem tehát adatok vannak. Lehet persze, tehát azért mondom, hogy nekem azt sugallta, hogy nekem is van nyilván más véleményem is, mint a adatokból következik. Tehát, az úgy az emberek biztonsági érzete volt annyit, mint amennyit az adatok. Igen, hát az most tűzletesen. Ez az egyik, a másik meg, van egy picit kampány jellegennek a kiknek, és a, ugye, nagyon sokan közválasztásra kerültek. Ez a Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos pályázatok a beadása az előző testülethez kapcsolódik. Három ember hiányzik ugye a csapatból, egy picit talán, ha ezt szóval teszik, hogy ez azt sugallja, hogy ez most történik, vagy legalábbis az én olvasatom, hogy ezt a kentő jelentjük, hogy mi kell volna. A cikk azt hiszem, hogy ez egy régi, tehát ez egy régi vágya, és nyilván ebben benne van, hogy a régi testület is fontosnak tartotta, és a mostani testület is fontosnak tartja azt, hogy nyíltek a közbiztonság javulása. Hát nincs nagy jelentőség az ügynek, csak hát a... És nem kártó szándékkal mondtam természetesen azt a dolgot. Jó. Köszönöm szépen. Egyéb emberül egyéb. Akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, képviselőt, hogy mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát. Jó utat!